Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Ha bazi nagy jacuzzinban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasa-tibi, kaka-kasa-tibi. Wow! Kaka-kasa-tibi, kaka-kasa-tibi. Hey! Tibi! 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 Szevasztok! Isten éltessen! Nagyon szépen köszönöm! Vagy várjál, annyit nem voltál? Annyit nem. Becsúszott egy szülinap is. De egyébként, ha már a szülinapnál tartunk, nagyon kész vagyok. Tehát, hogy konkrétan csak a bulvárban a rólam megjelent cikkekben csak én öregszem, a csajom nem. Tehát konkrétan ott tartunk, hogy én már 37 vagyok, a csajom még mindig 20. Szépen addig variálják, hogy lassan lányom lehetne. Mondjuk ezt soha nem értettem, ezt a bulvárlapot, amelyik hozzáteszi mindig zárójelbe, hogy mennyi idős, illetve hogy már elhunyt. Ez egy jó kérdés. Ha nem a cikkben nincs arról szó, ami a korát érinti, miért teszik zárójelben oda, hogy mennyi? És nekem oda teszik, hogy 37, nem igaz. Majd 5 nap múlva, hogy nem tudom. Addig, amíg nem, addig kapaszkodom a 36-ban, ragaszkodom hozzá. Erdély Mónika neve mellé 10 éve 33-at tesznek. Tehát, hogy ott valahogy, valaki nagyon szar. Megkérdezik az interjú alatt, és Mónika hány éves nem, vagy? Soha. Nem, soha. Megnézik, hogy mikor születél, és beírják. De már konferáljában, itt van velünk, Kassa Tibi 36. Kassa Tibi 33, igen. Nekem sokszor jól írják. Kicsit úgy rossz is látni már, hogy lassan 37, de... De ameddig nem 37, addig kapaszkodok a 36-ba, érted? A szegény párom meg kapaszkodik a 21-be, tehát hogy mind a két irányból közelítjük. Nekem azt szokták, hogy Vadon János zárójel, kit érdekel? nem, rólad nem írnak. Ja, ez is igaz. És ennek hogy örül? Ebben van meló. Sok meló van, és örülök neki, hogy ilyen hatékony vagyok. Vadon János kérdőjel felkiáltója. Na mi van, jó volt kint? Koktélok, tájcsajok, meleg, tenger és minden, amiért utálhatunk? Figyelj, zseniális volt, nézegettem a képeket, állítólag jó nyaralás volt, én végrészeg voltam, úgyhogy nem emlékszem. De hogy ez egy szimpatikus. Konkrétan, ahogy így a képeket nézem, állítólag remek helyeken voltunk. Tehát annyi, hogy én nem emlékszem semmire, mert rátaláltam megint egy tájrövidít arra, ami boldoggá tett engem. Úgyhogy én nagyon boldogra ittam magam, ennyire emlékszem a dologból, még most is, hogy józanultgatok. Mindig ezt szoktam mondani Tájföld után, hogy ott bal oldalon vezetek részegen, nagyon fura itt menni jobb oldalon józanul. Tehát ez egy nagyon nagy váltás, miután hazajövünk. Mi az ital neve, és hogy kéred tájul? Kérlek szépen, úgy kérem, hogy egyébként tájul úgy kérem, adjam egy szangszomot. Tehát, hogy... Adjam egy szangszomot, de nagyon gyorsan. Adjam egy szangszomot, nagyon gyorsan, mert szájba várom. Szangszomnak hívják az italt, és figyelj, bebutulsz tőle. Tehát, hogy szangszom? Szangszom, 40 fokos, szerintem... Az ami helyi pálinka? Igen, és ablakmosó keverve. Tehát, tehát ettől úgy arcra csúszol, mindent szépnek látsz, picit megromlik a látásod, följavul a hallásod, és kiesik néhány fogad, de nagyon nagy buli van. De tehát, nem is baj, hogy nem tájul mondod, mert esetleg kiderülhet, mert ott kiderülhet minden második emberről, hogy valami területi bajnok volt tájboxban. Egyetlenül vonult vissza a mixer, tudod? Tehát egyébként, mikor mondjuk egy ilyen robogós parasztnak éppen kezdené beintegetni, hogy itt menj már az anyádba, mert te úgy látod, hogy egy... Azt hittem, hogy javultál odakint, de nem. Ja. Ugyanaz maradt minden, egy robogós parasztnak beintett. Ez szimpatikus. Hát miért szerint? Csak ő van otthon. Egy robogós parasztnak. Még mire tippelt, és Irillát kinyomta föl? Hát én voltam kintről. Ott még volt egy néva. Az én voltam kintről. Jelentem, hogy zavarják a pihenésemet, itt a be. Tehát, hogy próbálnálat nagyon integetni, ott azért tényleg tudni kell, hogy egy ilyen 1.30-as táj úgy összecsomagolt téged, hogy ott abból nem... Leszáll a motorolod, amit lecombolsz. Igen, ők azért elég... Még kis vékonykának néznek ide, szívósak. Szívósak. Szóval egy dolgot még rendbe akarok tenni, csak azért, mert ez egy ilyen markáns pont volt az utazásom kapcsán, hogy nem tudom, titeket is érte már ilyen jellegű támadás, de most szeretném tisztában rakni, hogy nem az adófizetők pénzén nyaraltam, mert rengeteg kommentben jött, hogy nem. Nem?
Nem. Tehát, hogy írták, én pénzemen jól érzi magát, de nem. Ezt nem. Valaki beírta, hogy rengeteg, én pénzemen jól érzi magát. Rengetegen írták, ugye voltak cikkek annak kapcsán, hogy voltak ilyen blöffök, hogy én mennyiből nyarolok, egyébként a töredékéből nyaraltam. Tehát én azért hál' Istennek ennyi év alatt kitapasztaltam, hogy hogyan kell olcsón. Stoppal mentél tájfölre. Stoppal megyek, utcán alszok, maradékot ablakmosót iszok. És akkor jöttek a kommentek, hogy az én pénzemen, jó nyaral, én pénzemen ne nyaraljon. Tehát, hogy nem nyaraltam senki pénzén, mindenki nyugodjon meg, tehát nem vagyok sem közalkalmazott, sem semmi, tehát én a saját pénzemen mentem el a párommal nyaralni, mindenki őrizze meg a hidegvérét, nem az koncert van olyan, amire belép pötke fizetni? Mert akkor az ő pénze. Lehet, hogy így értette, három izé volt. Voltam egyszer Kassa Tibina izében. Az a baj, hadd válaszoljak erre, egyre kevesebb. Nehéz idők járnak a porszakban. Hosszú a január, csendes a január, igen. Gondolom őszintén, hogy hát a bátyámnak a műsorrendelős telefont egyre ritkábban kell tölteni. Egyébként múlt héten volt témánk ugye itt a hajdú nyaralása kapcsán, hogy most megjelenteted, nem, jó, ha mutatod, nem utaz, sok vélemény elhangzott, de ez, hogy az én pénzem, ilyen alternatívát még nem hallottam. Az, hogy rohadjon meg, hogy nyaral, meg miből nyaral, meg nem is tehetség, az egy szubjektív dolog. Igen, nem, szeretem a műsorát, nem. Ugye sok mindent írtak a Péterekkel is kapcsolatban, illetve arról beszéltünk, hogy kell-e mutogatni, hogy mostanában, mint hol nyaralnak közszereplők. De hogy az én pénzemben, mondják ezt olyan valakiről, aki ugye se nem politikus, se nem közpénzt költ el, vagy közpénzből él, vagy kapja fizetését, vagy abból nyúl esetleg, az azért az fura. Ilyen elvakult kommentet még nem hallottam. Az én pénzemből, de ettől még egyen szofisztikáltabb, az én adomból. Aha. Az én adomból, tehát hogy az én adomból, tehát hogy én ezt értem. Egyébként amit mondtatok erre, hogy most kitenni, nem kitenni. Az mindenkinek a saját döntése, mi nem ítélkeztünk senki felé. Ha úgy teszed ki, tehát én egyébként most tudjátok jó, hogy egy like-ért nem megyek messzire, tehát hogy azért... Tulajdonképpen bárkit odatnál egy like-ért. Mondhatni finoman, igen. Tehát, hogy a halálhíremet is igazából csak félig meddig vettem szomorúan, mert úgy láttam, hogy egy 1000 like bejött rajta. Olvastam azt a cikket, amikor nagyon felháborodtál a halálhíreden, és közben tudtam, hogy leteszed a telefont, és belecsapsz, és még egy szankszomot rendelsz, hogy jó, ebből is megvolt 1000 like. Tehát ezt nagyjából el tudtam képzelni, hogy hú, de mérges vagyok, hogy a halálhíremet keltették. Nyilatkozta Tibi a Blicknek, mondom, hú, de mérges lehet ez a Tibi valójában. Hú, de nagyon bánthatja, hogy vele foglalkoznak meg, ő aztán az a típus. Jobb, mint még egy elefántos kép. Nagyon bátor, de azt azért hozzá kell tenni, hogy meg azt is gondolom, hogyha ennek a pozitív részét nézzük, akkor meg megosztani, és szép dolgokat megmutatni, azt szerintem meg nem baj. Tehát, hogyha nem azzal kérkedsz, hogy nálatok esik, na mi van parasztok, éheztek, na, tehát, hogyha nem ilyen aspektusból osztod meg, hanem próbálsz megosztani élményt, meg szép dolgokat, azt szerintem meg nem parasztják. Tehát, hogy én erről nem gondolom, hogyha nem a kérkedés célja, hogy megtehetem. Én mindig néztem a képeket, és tényleg örülök neki, hogy a kontraszt kedvéért a képek nagy részén te is rajta voltál. Egy-egy kép már túl szép lett volna, de akkor ugye oda tört. Egyébként gyönyörű képeket rakott fel, én mindig figyeltem, néztem. Igen. És? Leszámítva Bocskor. Hát hirtelen nem tudtam ki az bácsi ott melletted, aztán a kép alájárásból láttam, hogy Andrékos itt nyaralnak. Mondom, Havasi Balázs, a kukájás felkérdődő Bocskor. Biztos képél meg egy szállongot, vagy nem tudom mit is. Szállongot. Egyébként ezt is elmondhatom, azt gondolom, hogy nem fog megkerülni a Gábor, hogy hát egy napot töltöttünk együtt Bangkokban, de hát az se józanul. Tehát, hogy ott is azért bokáig gázdunk a szánkszomba, de hogy még visszatérünk erre, hogy rajta voltam a képeken, a legnagyobb komment volt, amit a nyaralás alatt kaptunk. Jól indult, megörültem neki, hogy Tibi, olyan szép pár vagytok, pontosabban a barátőd nagyon szép. Tehát picikét pontosított. De legalább nem kamuzott most. Nem? Vagy illetve kamuzott az elején, aztán javított. Viszont amire azt hittem egyébként, hogy kicsikét tirálkészültetek, elmentem a kedvenc utazási van ott egy ilyen iroda, amik szerveznek ilyen dolgokat, ilyen turist office-nak, ilyen turista irodának hívják kint. És minden évben... Londoni magyarok pont. És minden évben ugyanahoz a hölgyhöz járok, hogy segítsen nekem egy-két dolgot így szervezni, transfert. Hol van új kocsma? Van-e valami új tömény azóta, amióta nem voltam? Mert a kulturális dolgok kevésbé érdekelnek azért. Rohadtul nem. Tehát, hogy erre van az internet, hogy ezeket ne kelljen törnöm magamat. És oda megyek hozzá, oda jön hozzá, megölelget, és mondja, hogy oh, happy new year, very good to see you, same girlfriend, very good. Ez finom a nyugtás. Már kétszer. Igen, tehát hogy nagyon megörült a barátnőmnek, hogy ugyanaz a lányjal látott egymás követő két évben, hogy látja, hogy kezd benőni a fejem lágya. A páromot egy picit megszepen, de azóta már újra van kedve nevetni. Úgyhogy megvolt a nyaralás, jó volt, nem sok mindenre emlékszem, de a fotók tanúsága szerint szép helyeken jártunk. Na jó van. De nem a kommentek és az adófizetők pénze az, ami ma reggel pöki a csőröm.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Szintén tájföldről hoztam egy nagyon érdekes szokást, ami egyébként itthon is dívik, de most valahogy kinn esett le nekem, hogy milyen rohadtul zavar. Elmész robogót bérelni, te szoktál robogozni ki, mikor kinn vagy? Szoktam. Elmész robogót bérelni, és nagyon fontos, hogy ugyanúgy kell visszaadni a robogót, ahogy megkaptad. Tehát ez nekem sokszor nem sikerül. Üres tankkal. Ja, nem csodálkozom. Az sikerül. Figyelj, abszolút tendencia, most a 7 éve tudom mondani, üres tankkal adják, üressel kell visszaadni. És én elkezdtem beszélgetni, nem értett a hölgy, hogy mi a bajom vele, hogyha telivel adnád, és én telivel hozom vissza, az egyen nem humánosabb? Elmondom ugyanis, hogy ez mikor esett le. Robogozgattunk a párom, elhoztam a robogót, és egy ilyen saras bekötőúton kellett kimenni, épp egy ilyen baromi nagy eső volt. Amikor a robogó szépen megállt, jelezve egy ilyen 4 cent benzin után, hogy akkor ennyi volt, és ekkor a páromnak le kellett ugye szállni, és hát kénytelen volt tolni velem együtt a robogót. Ugye, mert olyan... Igazán korrekt vagy. Erről miért nem volt kép, basszus? Egyébként, figyelj... Hát valakinek kormányozni is kell. Azt akartam mondani, hát kicsim, tudom. Te neked Filis jogosítványjal nem hagyhatom, hogy veszélybe sodod magad, ugye a toláshoz nem kell jogsi. És a 42 kilós mellett a bokáig érő sárba az anakondákkal viaskodva toltált engem ott valami dzsungelbekült úton. De figyelj, nagyon nagy, egyébként leszálltam, tehát azon besírsz. Leszálltam, hogy nem, nyilván nem ő tolt engem, ketten toltuk, és én mentem elő, papucsom beleragadt a sárba, és ahogy fölrántottam belőle, tehát hogy konkrétan a háta is saras volt. Tehát hogy olyan szinten beterítettem az első benzinkúton, tehát slaggal mostam meg szegény barátnémet, tehát olyan szinten, hogy saras. De egyébként, hogy ennek van egy kultúrája, én Magyarországon is találkoztam ezzel, hogy egy idős bácsi meg egy néni állt egy csillivilli valami kis autó mellett, ez pár éve volt, és megállt, nagyon stoppoltak, hogy álltak, láttad valahol a Veresegyháza felé félúton, és megálltam, hogy segítsek, hogy mi történt. És elmondta a bácsi, hogy most vették az autót, nem tudom, 5 évig gyűjtöttek rá, egy valamilyen picike autó, életük első új autója, és a szalomban nekik említették, hogy nincsen benne sok benzin, de azt nem, hogy nem jutnak el az első benzinkútig, és a benzinkút felé, nem tudom, félúton szegénykén még ott úgy alakult, hogy lerohadtak. Szóval, hogy az a 20, vagy nem tudom, 30 liter benzin, ez nem tudom, ennyire tud fájni. Annyira tud fájni, mert emlékezél akkor, amikor még teletankkal adták a robogókat tájföldön, hogy hányszor vitted vissza üres tankkal. De akkor, valószínűleg ezt megunták a tájföldi bérlők. Na jó, csak nála ott hagysz útlevelet, meg ott hagysz pénzt is sokszor, tehát aha, hogy ő levonhatja, vagy kérhet rá ott azonnal, megnézi a tankot, és elvileg aha, rákérhet, mert üres tankolsztad vissza, számol egy teli tankot, és azt ott még elkéri, mert hiszen nála van az útlevelet. Na ennyi, tehát ennyi, nem járna nem gondolkoztak előre. Igen, azt lehet, gondoltak, hogy ez a megoldás, akkor üres tankkal adjuk oda, hogy mindenki üresen hozza vissza. És a szalonokban hogy szokták? Mert az, ami szerintem inkább a hát magyar átlagembert jobban érinti. Kevés benzinnel. Hogy kevés benzinnel? Vagy olyan nem jellemző? Hogy, mert én nem vettem még, talán egyszer vettem, akkor azt akkor is bánod. Akkor is vittünk konnába. De szerintem annyi, hogy 4-5 liter azért kell, hogy legyen benne aha, az új kocsiban, nem? Nem tudom. De kinyitnám egyébként icipicikét, tehát hogy csak erről a tankolásról levegyük, mert baromi sok dolgot adnak ilyen hülyén. Tehát, hogy ha például hányszor vettetek gyereknek úgy játékot, hogy hazavitted, a gyerek örül. Adom. Aha, a adom. Gyerek örül. Igazad van. Bele lehetne tenni, de mi az, a gyerek örül, kibontja, apucika, próbáljuk ki, és rajta van egy apró betűs részben, hogy a elem nem tartozik a doboznak. Így van, tök és akkor van. A távirányító, az összes távirányítóból berhelet ki a három as elemet, hogy a gyerek ne sírjon már annyira, semmit. Igen, de rendes szerúza kell bele ráadásul. Neked meg csak három ha vékony van, rendes kell, ha igen, rendes van, vékony tírálos. Kell, ha vékony van, lapos kell, igen. Na. Tehát hányszor bontottatok már szét, a család összes távirányítóját szétrohasztottátok azért, hogy a gyerek ne sírjon már, mert nem volt a robotba elemben. Mondjuk nekünk mindig valóban tartalék, de ebbe tök igazad van. Jó, ezt adom. Gyerekkorom legfájdalmasabb emléke volt, csak még ugyanezt kinyissam. Bátyámmal egy éven át spóroltunk egy műanyag lovagvár nevű játékra. Ez egy ilyen elemes lovagvár volt, amit egy nagyon kotvány volt, így össze kellett ütni, kalapáccsal kellett összeverni. Nem olyan volt, mint egy ilyen profi dolog, hanem rá kellett ülni, hogy összemenjen. A dobozon egy ilyen világháborús összecsapás volt tele katonával, ágyukkal, lovakkal. Persze, klasszikus. Figyelj, megvettük, összeraktuk, ki, hazavittük, hát figyelj, a könnyeinkkel küzdve, hogy akkor most olyan lovagvár csata lesz, én leszek a pirossal, te a kékkel, a barnák középen állnak. Figyelj, egy
nyomulságos, rohadmányos várkeret volt a dobozba. Figyelj, egy évig gyűjtöttünk két katonára, ott a bal kezünkkel azért báboztunk a bátyámmal, tehát hogy azért egy nagyon nagy csalódás, amikor nem úgy adják, ahogy kéne. Hát ez a totál klasszik, hogy a reklámok megetetik a gyerekekkel a játékot, illetve a látvány adja el, aztán hazamész, és a repülő nem repül, ahogy hívják a robot, az űrrobot nem száll, minden ott hever csak a szőnyeg, azt nem csinál semmit. Érted? Na igen, de csak ilyen összerakos játékot hirdetnek, hogy köpi, fújja, ezért gyerek megépített, semmit nem csinál. Hát lerakod és porosodik, tudod. Igen, de a reklám olyan, hogy a Star Wars 8 nem lesz olyan, ahogy repül az a kis épített valami, tudod, és hazaviszed is egy ilyen félig szárnyú néz rád, egy ilyen bancsacsávó. Fáradt, fekszik valami a szőnyegen. És a gyerek is így böködi egy ilyen izével, hogy miért nem indul be. A reklámban nem így volt. Elromlott. Igen, ha nem tud repülni. Félve kérdezem, hogy ez a tájföldi ikletésű, majd honosított böki a csőröm. Elmész közpénzből, nyaralsz, hazajössz tök barnán. Nem, hazajössz tök barnán, egy ilyen motoros, tényleg benzines dolog, itt böki a csőröd, Balázs, motor nem bérez, közpénz, jól élsz, nem közpénz. Nincsenek állami hirdetés. Nem közpénz, az adófizető pénzén mentem. Az adófizető pénze, hát... Na, mi? Nem. Motoros sztori azért ez, a hazaviszem és nincs benne elem, az jobban megáll. Az jobb, az jobban megáll. Ez a motoros sztori azért, ez sok embert itthon kevésbé érint. Hazaviszem a gyereknek és nincs benne elem, és ez ideg, ezzel kijött. Visszajött a saját magad a bajból. Visszajöttél a legyen sírból, az, igen. Legyen az, hogy az elejét elfelejtjük. És... Elfelejtjük az elejét, jó? Felvezetés. Kettes szintű csörgötés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Szerintem erre ez a jogosítélet, ugye? Erre ez a jogosítélet. Tehát ez hármas nem volt. Ez hármas nem volt. Ez, hogy nincsen elem a ját, érted? Most a robogót hagyjuk, érted? Csak ez húzott ki. Az elem húzott ki. De a robogót nem tudom elfelejteni. Egy ilyen robogó, új autó, tele van a benzin, hát az nem valós gond Magyarországon. Az, új autót, milyen benzint akar veszel át? Az idős házas pár az útszélén, neked a smafu, akik ott reménykedő szemmel néztek rám, hogy a Corvette-tel. Megsajnálod őket, egy 80 literre. Egy nagyon populista mozdulata oda. Kettesre tudtam ezt hozni. Nem, ebben nem volt több. Kint találtam valamit, mert megmondom őszintén, hogy féltem tőle, hogy az a vád fog engem érni, hogyha esetleg húznám az időt, hogy... Hát fura, mesélsz, robogó, öreg néni, 9:30 lesz, 3 perc múlva, 6-7 után, esetleg arra kell gondolnom, hogy nincs témád. De van! Hogy hiányzott ez? Sehogy. Sejtem, hogy... Emlékeztek még a jó öreg turista krémre? Kint Tájföldön találtam egy fotót, ami rajta van, a turista krém, meg a májas krém. A turista krém megvan? Ilyen kicsit darált állagú. Na mindjárt keresek nektek nem fotót. Kinyomni, nem krém de volt, van, hanem magyar nem, az volt. Vagy az a, ugyanolyan csomagolása volt. Igen, turista vagdalt, ugyanolyan csomagolása volt. Nem az volt, turista krém. Már is mutatom, nem volt az vagdalt. Az kérlek szépen, az olyan túlsba volt. Nem találom, mindjárt megtalálom nektek. De hogy találtad meg kint? Teljesen véletlen, majd böngésztem, és egy oldalon, ami nosztalgia érzén fönn volt. Ja. És úgy képzeld el, mindjárt meg fogom nézni, neked pont itt két ilyen esős napon volt. Várjál, hagyd. Nem lehet, hogy a helyi pálinkától gondolod, hogy ezt megtaláltad? Meg fogjátok látni, és bebőgtök. De mi volt, én erre nem emlékszem, mi volt ez a... Én a turista felvállalatban emlékeztem. Nem, egy ilyen narancssárga színű, nem ez az egy ilyen narancssárga, kicsit pikáns ízesítés, kolbász ízű. Igen, nem az, bizony, az a kolbász krém volt. Az a kolbász krém nem, volt. Jól mondod, ez igen. Egy ilyen kolbászos ízű azaz, akkor valami volt. Volt egy ilyen turista krém, meg volt egy májas krém ugyanebből. Olyan volt, mint a fogkrém, olyan tubusban volt. És ugyanúgy nyomtad ki, mint a kolbász krém, turista krém, emlékszel? Az a kupakja volt, hogy megfordítottad, és ki tudtad fúrni a... Ott van, megfordítottad, igen, és kiszúrtad. Mi falu rendesen kaptunk enni, nem ilyen? Nem emlékeztek erre? Nem turista krém, hülyeséget mondtam. Utitárs krém. És a dobozán egy kocsi, egy busz van, illetve villamos, teherautó és hajó. Tehát az utitárs, neked a krém, mindenen utazáson. Így van, de finoman jelezték azért ebben az országban, hogy repülőzni te nem fogsz egy darabig, kisfia. Azt felejtsd el. És van a májas krém, ahol pedig nagyon boldog malacok néznek egymással a falkas szemek. Amikor nyomtad ki, akkor ugye a levegős részek bizony. Miatt ilyen... Így van. Így tudtad kinyomni. És vagy kinyomtad, volt. Vagy volt egy rendes a családban, aki ugye tekerte. Ja. Tehát a sűrített tejet is. Te belenyomtad a szádba, jött apád, és szépen föltekerte rendesen, és nagyon leszúrt. Hát nem így kellene. Full gazdaságtalan volt ez a csomagolás, mert körülbelül egy reggeli alatt elment, illetve
általában a háromnegyede, és akkor egy pici marad, de nem, mi már semmi sem volt. Telenyomták levegővel, tudod, és én, nagy csalás volt. Én nagyon szerettem. Tehát én mikor, tehát csak erről ugrott be, hogy, milyen, hogy mi annak idején hogy nyaraltunk, mert hogy most repülővel 10.000 kilométert elmész valahova, semmit, tehát hogy neki indulsz úgy, hogy egy hátitáskával. De én emlékszem, hogy annak idején, ebben azért nem is akartam elvinni, hogy mi hogy nyaraltunk gyerek fejjel, meg milyen flesek voltak. Elment a család Kunfehértől, ez 35 kilométerre volt, nem tudom, 40, nem tudom, Szegedtől, figyelj, 2 órán keresztül anyám még szendvicseket csomagoltak arra 40 perces útra, és külön voltak téve a nem tudom milyen szendvicsek, a nem tudom, és kétszer álltunk meg kajálni útközben, és most egy ilyen utat úgy teszel meg igazából, hogy 2 telefonálsz, meg lemegy 2 dal a rádióba, azt odaértél. Mi egy ilyen 40 kilométeres Kunfehértó maratonra kétszer álltunk meg melegét eltenni. Mike Rémes zsömle, olimposzos üvegben meleg tea, nálunk ez volt. Nálunk az üres zsömle volt, fasírozott volt, és egészben paprika. A paprika nem tört, így van, egész paprika, üres zsömle, fasírozott. Fasírozott, az ilyen alumínium, vagy ez a folpakban, vagy miért tört, kicsomolt, a rohadt büdös volt, zsömle, vagy kenyér, paprika. És ez volt, nem kellett kenni, nem volt szendvics készítés, nálunk fixen mindig ez volt. Isten. Balatonpart, megérkeztünk, együnk, kiült a család, kibontottuk a kockás fléret, megterítettük, és ettünk. De bájos volt. A kiflit ünnepnap volt, amikor kiflit csomagoltak. Anya még mindig zsömle, vagy félbarna kenyér. Na, az volt a leggázabb. Egy szelet kenyér félbevágva, májkrém. És a másik rá borítva, és vastag szelet kenyér volt, tehát a szendvicsed ekkora volt középen egy ilyen csík májkrém. Igen, vagy májkrém paprikával, nagy klasszikus. Uh-huh. Sok vajjal, májkrém paprikával. És félúton érzed, hogy valamitől nedves álltad, olimposzos üveg összetört. Igen, és ez egy nagyon sárga olimposzos üvegben vitted a limonádét, vagy a teát, igen. Apropó, mibe vitted a teát? Engem ugye anyám, nem tudom, tehát hogy gondolom, hogy ez nem az élmény miatt, most annyi, hogyha hallgatod az adást, erről majd magyarázatot várnék a robot után, hogy feltehetőleg nem élményszerzés céljából. Vagy miért Éva Vermutos üvegba? Ilyen tojáslikör. Egyébként anyám imádta az Éva Vermutot, remélem, hogy anyu azóta lejöttél róla, de a lényeg az, hogy... Ha nem, akkor viszel ki egy kartonnal. De hogy minden évben be voltunk fizetve a bátyámmal vándortáborozni. Na most ez a világ legnagyobb cumia a vándortábor, az annyit jelent, hogy napi 40 kilométert mentél műúton. Tehát, hogy ez annyi, hogy elölment a, nem tudom, a rajvezető, azt mentél mögötte, és akkor ilyen tornateremű ment, és kaptál végre egy ilyen gajától cuháig emlékért, mert hogy ott végig vándoroltál. De ugye miért mondom, hogy anyám meg nagyon cuki módon, valami költséghatékony módon a két nagy darab fiának vett egy-egy ilyen 3 decis kulacsot. Akkor már volt 5 literes is. Tehát, hogy 30 kilós kislányok marmonkannába vitték maguknak a piátot, hogy meg ne szomjazzanak. Mi a bátyámmal egy ilyen 3 decis műanyag? Mert az úgy finoman át is vette azt a műanyag, de a íz meg van, amikor az úgy beleázott és kiázott a műanyag íz. Szexi volt. Engem ezek az arisztokrata emlékeiddel, hogy te van azt hagyjad. Tehát, hogy valamilyen nyomorult ilyen kútvizet beletöltöttél, egy ilyen műanyag ízű 3 deci vizet volt, amit a 4. lépés után megittál, és te étlen szomjan bókláztál 40 kilométert egy műúton. Tehát nekünk ilyen etapokból álltak a nyaralások. Ti nyomtátok ciket, beadtak ilyen vándortáborban? Vándortáborban nem, balatoni Sóstón. Tehát sóstói balatoni tábor az volt. Ott sokat nyaraltam. Persze, sátorban alván, éjjeli őrzés. Hát nál tőletek az messze volt. Hát nem is tudtunk elindulni. Viszont ami nekem egy előnyöm nem volt. Nem tudtok elindulni még? Mert messze van, azért messze nem is van. Tudtál beleindulni ebbe, ami viszont sokkal nagyobb előnyöm, hogy ugye mi rendesen föltankoltunk, tehát volt tojás, kolbász, sonka, és mindig hajtottunk egy élő jószágot is, hogyha baj lenne. Le tudjátok vágni. Igen. Igen, most a kérdés az, hogy hol nyaraltunk, hogy miket ettünk, mert én szörnyű kajákat tudok mondani, amik voltak. Na, tessék, csokoládéba mártott 3 szögletű sajt, az megvan? A mackó sajtot, amikor megcsináltam. Várjál, az nem csokoládéba nem, volt mártva, az csokolád és ömlesztett sajt. Csokolád és ömlesztett sajt? Mese sajt. Az nem volt mártva, hanem az egész sajt volt. Igen, és nálunk valaki a családba szerette, és kötelező jelleggel úgy indítottuk a vacsorát, hogy mindenkinek rituálisan meg kellett enni egyet. Hát figyelj, hogy az, hogy a mai gyerekek már nem ismerik, azért az egy komoly büntetés, az velük is meg. Mert legalább egyszer kóstolják meg, hogy milyen jó dolguk van. Csokoládé, de nem volt csokoládé íze, hanem egy ilyen se édes, se sós, borzalmas tejipari készítés. Legnagyobb tévedés. A legnagyobb szégyen foltja szerintem csokoládé és 3 szögletű sajt. És az a durva, hogy egy egészen, cirka 30 évet kellett várni arra, hogy kiderüljön, hogy ez tényleg működik ez a dolog, mert van egy cég, aki ezt megcsinálta, ilyen sajtos szendvics krémnek, csokoládéval, az egyik legjobb prémium márkának számító. Na jó, de biztos, hogy jól csinálták. Egyébként szerintem Feri dolgozott is nekik, mert láttam.
Ez a, és finom volt. Ez a halkrém, amit a mai napig kapható, és nem tudom, gyerekkorunkban is volt, ez a nagyon sós szardellapaszta. Emlékeztek arra? Figyelj! Na most ez én drága nagymamám nem tudta, hogy ő mit ken a kenyérbe, és ő májkrémként gondolta ezt a szardellapasztát. Ami az volt, hogy beleharaptál egyet, tudod, és nem, hogy nem láttál, könyvbe lábadt a szemed, ültünk a tesómaton, szétnyitottuk a szendvicset, de hát azt meg kellett enni, mert nem volt nagyon más. Finoman, vékonyan belevágta a paprikát, és ilyen 3 centis vastagságon ezzel a szardellapasztával, ami otthon nem tudom miért volt, valaki szerette. Hát az olyan sós volt, abban lettél, vékonyan megkented, nem bírtad megenni. Ami azért vicces, mert a szardellapasztát azt arra találták ki az olaszok, hogy a szószt gazdagítsák vele. Hogy egy kicsit vele. Tegye bele. A magyar kenyére kente. Érted, az azért volt, hogy egy pöttyöt a végén így beleteszel, és kinyílnak az ideg. Azt mi 3 centis magasságba kaptuk meg a kenyér sercnire, másik sercnire, felfelé egyet, elvittük Balatonba, ettük, úristen. Mondták, hogy mikor lehet átkérni, vagy mikor kapunk inni. 3 óra volt, hogy így jutunk a tesómmal. Nem volt, hogy elmentél vécére inni, ott hozták a teát, délután kihozták ilyen műanyagporra, ilyen szörnyűzi teát, akkor vártál 3 órát. Mi ketten, tudod, ilyen sósoktól kezdve, támasztottuk a zászló felvonót. Fú, de kemény volt. Szörnyű volt. Édesanyám szerintem a ködösítésnek a magas iskolája volt ebből, hogyha mondjuk volt olyan, hogy elutaztunk, és valamelyik alapanyag picit megpipant, de ott még a terve teljesíteni kellett, és megkérdeztük, anya, mi lesz az ebéd, és jött a ködösítés, hogy finom. Itt már tudtad, hogy nem akarsz többet tudni róla, hogy mi lesz. És kijön, kitálalja, ott ülünk a bátyámmal nagyon reménykedő szemekkel, hogy akkor megjött. Láttuk, hogy szemre úgy rántott hús volt krumplipürével. Belekóstoltunk, tudod, mi a túró ez, tudod. És anyám mondta, hogy ez egy innováció, ez a savanyított krumplipüré. A tej az már oda kicsit, volt. Kicsikét megpippant a tej. De ahogy, tehát mondta, hogy ez finom, finom, és miután mondta, hogy finom, mondta, hogy ez a savanyított. És a rántott hús is parizerből volt. Rántott parizer. Mondjuk az jó volt. Én szerettem a rántott parizert, kövezzetek meg. Az nem rossz. Nyári tábor, nyári, azt mondja, hogy napközis tábor, Bókai kert, Pesszentlőrinc, természetesen Bókai kert. Most is üzemel egyébként ilyen messzire formában sajnos. És a, hát és ráadásul, ugye, tudod, nem kellett túlságosan sokat menni, hiszen ilyen 5 megálló volt villamossal, tehát semmi, és akkor a délután is hozzák minden második nap grízes tészta, és akkor kihozzák műanyag tányérba, tányér egyik sarkában a gríz, a másikban a tészta, jól összeállva, és a tetejére egy kis jó barack, kis gyümölcs íz. Íz, de még csak lekvára nem is hasonlított, hanem ilyen aszpikos, ilyen valami, úristen, állt a grízben a tészta, szörnyű volt. Így van. Szörnyű volt. De jó volt. Meg voltak még ugye a desszertek, amik akkor, hát ugye a cigirágó télifagyi kombó, az ugye az szintén alap volt, hogyha most megennél egy télifagyit, kóstoltatok, hogy miért rajongtunk gyerekkorunkban? Ettetek mostan, csak úgy az íze vége. Nem hiszed el, hogy az egyébként micsoda. Egy ilyen nyúlós, avasszerű, valamilyen tölcsérszerű massza, benne egy ilyen csokoládékrémhez nem hasonlító valami, és egy ilyen fura, ilyen katicat ételbevonó a tetején. Hát a fagyi, a tölcsér maga az ország onnan volt, hogy a nyáron nem eladott tölcséreket. És ilyen rákos volt, emlékszel? Erre rajtad maradt 50 ezer tölcsér, mint fagyi árus, mit csinálsz? El kell adni télen, mert a jövő szezonra az már nem lesz. Sok jó. Ezt a vajas krémet, vajas valami ízét. Csokoládéma már, azt jó. Ez képest a cigirágó még egész menő volt. Egyrészt el tudtad játszani egy dohányzóval, kettő az, amikor úgy szétrágtad, volt valamiféle minimális íze. Jó. Vállalja föl az, aki nem tömött be ilyen utálatos módon az arcába 6-osával néger csókot. Így hát, jó, 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 akkor az itt. Hogy az öklődet utána nyomtad. Én most úgy is szeretem, az prémium van minőség még? Volt van, akkor. Van. Elzárva akkor a Toblerone-től, meg a nem tudom, Marstól, meg ugye a Twix-től, amik már láttam, mint a Ballisztó reklámok, ugye, hogy mentek ezek a csokoládé reklámok, hát egy néger csók azért hát akkor az csak az, már nem úgy kulináris élvezet volt. Igen. Fekete csók most már. Igen. Igen. Már nem. Megfrapuszi. Afro csók. Igen. Vagy ha emlékeztek a reklámra, hogy mi volt a néger csók reklámra? Nem emlékeztek? Mutatták a gyártó sort. Ment be a néger csók, jöttek, mit tudom, epres, ment be rózsaszín, és minden egyes pillanatban megkapta a csoki öntetet, és egy ilyen gyártósort mutattak, hogy jön ki a 100 darab néger csók, leöntve nyilván ezzel a csokoládéssal. Láttad magadat a lelki szemeiddel, ahogy állsz, nem állsz, térdelsz, az állítószalag végén is így potyognak be a száz. Igen, és anyád meg tudott venni egy dobozt, az már jó volt. Hazajött egy 6-ossal, és a család leosztotta, hogy ettem egy felet, neked még van egy fél epres, egy vaníliás, egy íz, és így álltál. Tudod, hogy hát ha valaki kegyött egy doboz, hát akkor az világszámba ment. Édesipar, bocsánat, édesipar legalja, krumplicukor, medvecukor. Na, krumplicukor én nem emlékszem. Hát, az melyik volt? Ilyen izé volt, ilyen táblába volt. Igen, ilyen táblába volt, ilyen kis ánizsos. Ez nem az ánizsos? Nem, az a medvecukor. Az a medvecukor az ilyen édesgyökérből készült, de az is. Tehát, hogy itt tudod, amikor már nincsen semmi a közértbe, és amikor már, tudod, már borz, csoki és sportszelet, sehol nincs belőle egy darab, se vadász, nincsen ilyen. Kapucine. Emész zárás előtt, és azt mondja,
krumpli cukor vagy medve cukor, tudod, és akkor így, melyiket, basszus, mind a kettő retek, érted? Igen. És borzalmasod nálunk, mindig az volt, hogy a krumpli cukorból 2-3 falat elfogyott, aztán ott maradt. Igen. Ott van, és soha többet senki nem. Negyed kapucinerrel kiváltottál 6 kg krumpli cukrot. Tehát a kapuciner, vagy a bohóc, a narancsos bohóc szelet narancssárgában állam, akkor az egyetlen kapuciner volt. Egyetlen dolgot nem tudtok megvédeni, és nem is fogadom el, hogyha van ellene bármilyen fajta ilyen védő szándék. Az szemetek. Nem. A bocskor szíj, az a fekete, ilyen gumi belső, a bocskor, hát az a medvecukor, az a medvecukor, az a hosszú medvecukor, ánizsos, hosszú, fekete, zöld, sötét zöld, fekete, szörnyű ízű, az volt, az egy hosszú volt, igen, ilyen gumicukorhoz hasonlító, ilyen szörnyűség. Az értelmezhetetlen, az, tudod, az édesség meg a fogápulás az egybe, tehát hogy ilyen fura volt, az egész sztori nagyon gáz volt. Igen, szörnyű dolgokat ettünk. Egy utolsót meséljünk el, a mai gyerekeknek egyébként, páromnak meséltem, aki érdeklődve hallgatta, hogy annak idején mekkora okosság volt, hogyha a nagyfater hazállított 6 darab rohadmányos banánnal. Milyen ünnepnap volt? Nektek tehát, volt banánatok otthon? Figyelj, a gyerekkorunkban nekünk nem nagyon. Pult alól politikai kapcsolatrendszerrel, nagyon erős kapcsolati tőkével, nem tudom mivel, hoztak ilyen 4-5 banánt, és külön technikák voltak arra, hogy csak télen. Csak télen. Nyáron nem volt. Ez a mai gyerekek nem tudják. Ezt mondom. Hogy nem volt. Nálatok akkor megjelent? Évszakhoz kötött. Á, nekünk nem nagyon volt. Banán az, tehát az így csodaszámba ment. Tényleg. Amikor először kaptam, akkor héjastúl megettem. Nem mehet semmi kárba. Te hülye, vedd le a helyet, tudod, valami osztálytársamnál kicsit jobbodúak voltak, barom, vedd legalább pucold meg, tudod. Ezt így kell. Nem nagyon volt. Tehát, hogy az tényleg, az már nálunk egy narancs mandarin esetleg, de ritkán volt. A banán az az a csúcs. Ettél egy fél banánt, és azt hitted, hogy a Mennyországban vagy. Szóval nálunk az nagyon ritka. Tehát, hogy haterom, és akkor ízét is kallam, azt, és mindenkit ott álltuk, és barát, na spolya! Fúj, de utáltam! Na spolya! Hogy a mai fiatalok, akik azt látják, hogy egész évben szétdőlnek a pultok a banántól, és jóformán ilyen snassz, ilyen gagyi, nem? Tehát, hogy ilyen, te is elmész mellette. Otthon kell megérnie. Ünnepnap volt. Tehát abszolút. Amikor banánnal nagyapád bejött és kiemelte a szatyorból, zokogott az egész család, és gyakorlatilag nekem külön technikám volt arra, hogy tudom úgy enni, hogy ilyen nagyon sokáig tartson. Tehát nyammogtam, lehúztam a fogammal. Mondd ki nyugodtan, szopogattad. Igen. A banán. Tehát, igen. Tehát, hogy a mai fiatalnak mondom, hogy mi még úgy nőttünk, hogy meg voltunk nyomorodva a banán hiányától. Igen, ez ilyen volt. Valahol egyébként nem biztos, hogy rossz volt, nem? Egy csomó mindent értékeltél, egy csomó minden nem volt természetes, egy csomó mindenről azt gondoltad, hogy de jó, ilyen is van, és az ünnepnap volt, amikor az volt. Tehát ez a minden mindig természetes, az egy jó világ. Nyilván sokan nem ebben a helyzetben vannak, hogy minden mindig természetes, de hogy valahogy akkor úgy ezeket úgy értékelted, és látod, a mai napig emlékszel rá, hogy elmész a barát venni, ránézel, és eszedbe jut ez a sztori, hogy pult alól télen. Ha anyád jobba volt a zöldségessel, vagy anyád nagyon jobban volt az zöldségessel, és az apád nem tudta, hogy anyád jobban van az zöldségessel, akkor esetleg volt barátja. Ja, ez volt az, hogy a pult alól van. Értem már. A pult alól. Anyád volt a pult alól. Mindig kérdezték, hogy a pult alól. Kinek kell a pult alá menni? Ez egy jó kérdés. Kinek volt otthon banán? Mondjuk, hogyha ez az összefüggés, akkor elég fura, hogy Tibiék nyal a nagypapa. Lehet, hogy egy mamer volt az zöldséges. Ki lehetett tudni? Az a gyönyörű... Kármi nem ismertem szegény. Józsi bácsi, másszon be a pult alá, aranyom. Lesz itt banán, csak tegyem boldog. Betűzze csak el itt a izét, a Lali a lila lóval élt itt a pult alatt. Na jó van. Annyi, hogy búcsúzom, mert csak annyit mondanék, köszönöm szépen a meghívást, Nutókát mindenkenyérre. Az mi? Nutóka. Nem emlékeztek? Nutóka. Hát a magyar Nutella. Megcsinálták a Nutella magyarra. Én a pici magyarókrémes tasakokra emlékszem, de azt megcsinálták, hogy az nincs meg. És próbáld meg azt, illetve hát akkor próbáltad rákenni bármire, és nem sikerült. Nutóka. Na ilyen nekünk hallomásból sem, nem is hallottam. Kenhető krém, hülye vagy. Ez a kismokosok, nagymokosok, vagy az eredetinek a reklámja? Kismokosok, nagymokosra is kenhetik. Az az eredetinek a reklámja, és ez meg a hamisítvány. Na jó, félve kérdezem meg, hogy a megjelenésemért, megérkezésemért, a bőrszínemért, a mai naptól már a mai naptól már rendelhető koncertjeimért, De leginkább a retro kajákért. A leginkább a retro kajákért. Jogos-e a taps és a sikor? Jogos. Megadtuk. Egy hét múlva. Jó, Tibi? Koncertjeim a mai naptól rendelhető. Éreztem, hogy még maradnál. Én vártam, hogy mert ilyenkor már föl szoktál állni, elkezdesz elköszönni, de éreztem, hogy meg valamit mondani akarsz, igen. Figyelem, a
Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, egy érdekes cikket találtunk, és valószínűleg sokan voltak már hasonló cipőben, a cikk egyébként szenzációs, mert hogy üzengetés vette kezdetét egy társasházban, ezt egy internetes oldalon találtuk, egy bizonyos fúró ember miatt. Ja, és a hír szenzációs. Minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, vasárnap se kivétel, az illető elkezd fúrni. Elkezd fúrni, és az a megdöbbentő ebben a társasházban, hogy állítólagosan a cikkírója szerint hangforrása lassan egy éve nincs meg. Tehát hallod, hogy fúr, de nem tudod, hogy hol. Igen, egy éve nem tudják beazonosítani a fúró embert, pedig társasházról van szó, mégsem tudják kinyomozni, hogy ki az illető. És a lakók után a portaszolgálat is kitette egy szöveget, miszerint a kéréseknek megpróbáltak eleget tenni, és kinyomozni a fúró embert a társasházban, akire gyanakodtak, azokról kiderült, hogy nem ők voltak. És kiderült, hogy egy éve nincs meg az illető, folyamatosan mennek kommandók, akik az adott pillanatban 9 és 10 óra között hallgatóznak lakásokban, hogy honnan jön a fúrás, és nem sikerült megtalálni a fúró embert. Mennek körbe, és akkor rátapasztják a fülüket az ajtókra, bejelentkezik. Igen. És akkor, ha, hallod, ő az? Nem. Szerintem itt senki. Jó, oké. Akkor 2B. Érted, és akkor mennek tovább. Igen, hallgatóznak, és évek óta nem tudják, hogy a társas házban hol fúrnak. Mondjuk ez simán elképzelhető, nem lehetnek túl jó minőségűek a hangszigetelők, mert hogy azért vagyok őszinte, hogyha laktatok lakótelepen, már pedig laktatok, akkor tudjátok, hogy bárki bárhol valamilyen zajt csinál, az mindenhol hallatszik. Te megüti valaki a radiátort, abban például mindenhol megszólal a radiátor. Bárhol bármilyen zajos dolgot, például te szemétledobóba beledobnak egy pár üveget, mindenki omlik a ház. Omlik a ház. Gondolod, igen. Így van. Mm-hmm. Igen. Na most hát pont ezért nem találják, de én azt szemértem, hogy miért nem kopogtatnak be mindenhova fúrás időben, ahol abba marad. Te bevallanád? Hát de hát akkor, érted, akkor az az a lakás. Logikus, tehát bekopogtatsz, és ő fúr tovább, nyilván nem fog tovább fúrni, abba hagyja a fúrást, és esetleg kijön ajtót nyitni, és azt mondja ártatlan szemben, hogy nem én voltam. Mm-hmm. Te voltál, hiszen most nincs fúrászaj. Érted? Aha. Kiírtak egy levelet, azt írták, tisztelt lakók, hetek óta próbáljuk beazonosítani a fúrás helyét, órákon át állunk ajtók előtt, és a szinteken, mind a három épületben. De akárhova becsöngetünk, a végén kiderült, hogy nem nála történik a fúrás. Sokan jelezték már, hogy hallják, de eddig senki nem tudta megállapítani, hogy honnan, melyik épületből, sőt, melyik szintről jön a hang. Tudjuk, hogy nagyon idegesítő, és sajnáljuk, hogy eddig nem találtuk meg. Bárki bármit tud, ki az, aki időnként fúr pár lyukat a falba, mert hogy ennyit csinál, pár lyukat fúr, az jelezze egyébként. Ezt írták ki. Ez egy korai stádium. Tehát ki írta a közös képviselő, nem tudom, hogy próbálják beazonosítani a fúró embert. Aki egyszer nincs meg. Ez biztos, hogy egy korai stádiumban írodott levél, mert valószínűleg mostanában már olyan, aki tudja, hogy te rohadt tetves, mocskos rohadék, hogy a jó büdös édes anyádért fúrsz minden reggel, vasárnap, ha megtalálok, kibelez le. Én imádom az ilyen társasházi drámákat. Én ezeket nagyon szeretem. Amikor eltűnt biciklit keresünk, az a szemét, aki elvitte, adja vissza, mert a gyerek sír. Én olyan kiírásokat láttam társasházban, amikor laktam, hogy a szenzációs. Fölteszem a kérdést, hogyha egy éve tart ez a dolog, igen, és napi három lukat fúr. Nem napi három lukat, várjál, de lehet, hogy naponta, naponta nem tudom. Mondtam, mi a harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, tehát nem naponta fúr, minden harmadik nap. Ja, minden, ha akkor is, ha azokon a napokon, amikor hallod a fúrást, az három fúrás, mert igen, azt mondja, hogy három fúrás van, vagy harmadik naponta, az azt jelenti, hogy 100 napot fúrt egy évben, 300 lukat fúrt a lakásában. Minek? Na ez a jó kérdés, hogy mit csinál? Mit csinál? És mit fúrsz úgy, hogy egyébként belefúrsz a dologba háromszor, és vége van. És nem kész. Kalapálsz, nem csinálsz semmit. Tehát utána nem folytatódik a fúrás, majd három nap múlva megint. Vagy egy nap múlva, vagy egy nap kihagyással megint fúrsz. Vasárnap egyébként nem fúr. Hát az úr is megpihent ezen a napon. Kírtad egy illetékes, ugye, illetve egy lakó, tisztelt illetékes, érdeklődni szeretnék, hogy a rendszeres fúrás kalapálás, mely már több mint egy éve húzódik, kb. Minden harmadik nap 9 és 10 órától, mikor marad abba? Fogalmam sincs, mi a cél ezzel a három naponta megfúrt 2-3 lyukkal, de ha esetleg megvan a véglegesre tervezett lyukak száma, szívesen felmegyek és rászánok egy napot, hogy segítsek önnek. Ez rendes, korrekt. Egy konkrét levelezés bontakozott ki ebben a társasházi kis minidrámában, és ezt a levelezést küldték el az egyik internetes portálnak, akik lehozták ezt a cikket. Ki lehet egy festőművész, aki három naponta készül el egy új képpel?
De nem tudja, amit aztán felrak a falra. Nincs annyi hely a falon. Akkor pedig nagyon rossz minősége a fúró, és nem boldogul azzal az egyetlen lukkal, de akkor... amivel már küzd. Hónapok óta. De akkor miért nem vesz egy jó fúrót? Hát tessék, vagy... várjátok, nézzük meg a helyzetet. Ott vagyunk a társasházban. Hogy jössz rá? Tehát most tényleg egy társasházban lakunk, rohadtul megbeszéljük minden közgyűléssel, hogy valaki tényleg fúr, kapjuk el, mit csinálunk. Mi a haditerv? Hogy állunk neki? Jön három naponta egy fúrás, tényleg már az agyadat eldobod, a gyerek sír, nem tudsz aludni, tényleg szétcsesz az ideg, vannak ilyen társasházak, ahol megőrülsz, tehát valaki hozzányúl a, nem tudom, a két lábosához, és te is hallod, ugye? Mindenféleképpen megfigyelő bizottságot kell felállítani. Juli, nyiss ablakot, léci. Én csak ebben hiszek. Igen? Hát azért, mert ugye nem tudod, hogy mikor kezd el fúrni. Az idő, amit fúrással tölt, az nagyon rövid, mert három fúrást kifúr, tehát nincs időd, érted, elkapni. Vagyis, mit vagyis csinálsz? Azt kell csinálni, hogy minden folyosóra 0-24-ben fúr. Nem, adott, nem kell 0-24-ben, adott időpontban fúr. De minden nap, igen, hát erről szól a cikk, igen. Tehát de minden nem, nap, azt mondtad, hogy minden, minden nap jön vissza. De minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között fúr. Akkor minden harmadiknak reggel 9-kor ki kell állni az összes folyosóra, mert mire te elkezded keresni a hangforrását, addigra az abban marad. Ne, ők ezt csinálták, tehát ők azt csinálták, hogy hallgatóztak. Tehát odaállták, hát ez is benne volt a cikkben, hogy odaálltak a fúrásnál, és minden ház ajtónál bekopogtak, amikor a fúrás hangot adták, ön fúr, és kijött, aki ez kezemben nem volt fúró. Aha. Tehát nem tudják beazonosítani, nem tudják megfogni. Az a baj, hogy ez egy minimum három főből álló bűnszövetkezet, tehát a szomszédoknak biztos, hogy tudniuk kell róla, hogy az ő közvetlen szomszéduk fúr. Tehát olyat legalább hárman vannak olyanok, akik összezárnak. Mert mondjuk most valljuk őszintén, a szomszédodban fúr valaki. Igen. Te oda teszed a füledet a falhoz, és azt hallod, egy panel lakásban nem jössz rá. Nincs, hát ott pont rájössz. De nem, azt hallod, hogy mindenhonnan jön. De azt hallod, hogy mindenhonnan jön a hang. Nem tudják lokalizálni. Tehát mindenhonnan jön a hang. Nem teszi, nem tudja oda tenni. Hát mi egy lapos úgy pukit is hallottunk a szomszédban. De pont te mondtad el az előbb, ha valaki megüti a radiátort, azt mindenütt lehet hallani, de nem tudod pontosan, hogy honnan jön. Azt kéne kitalálni, hogy miért fúr. Tehát ha valaki minden nap fölvisz egy darab festményt, akkor ő az. Nem, de nem visz föl nem semmit. Visz föl. Semmit? Nem visz föl semmit. Mit sem modellező szakközt üzemeltet? Hát, könnyen lehet. Ki kell rakni egy hirdetést a folyosóra, vagy pedig a lépcsőházba, hogy 82 éves egyedülálló özvegyasszony vagyok, sajnos nem tudok felszerelni a falral néhány fotót, képet, szegény elhunyt férjemről. Tudnál valaki segíteni? Vagy rendelkezik-e valaki egy jó minőségű fúróval, illetve az ehhez a fúráshoz szükséges eszközökkel? És akkor átjön a csávó, ez jó? Azt mondja, hogy Marika néni, csókolom, én itt vagyok, olyan fúrom van, meghallgatod, hogy ugyanezzel fúrózaj, te vagy az. Hogy összehasonlítod a fúrózaj? Persze. Hogy mindenhol becsülgetsz, és mindenhol megkérhet, hogy fúrjanak? Igen, hogy nem. Hát ez mindenki kapcsolja be a fúróját, vagy micsoda? Ezt nem értem. Azt tudod, hogy ez a fúrózaj, ez hogy szól? Igen. Ugye? A Jani kirakja a hirdetést, hogy Marika néninél föl kell fúrni három darab képet a falra. Átjön valaki, akinek van fúrója, és nyilván ez ugyanaz a csávó lesz, mint aki fúr. Érted? Miért lenne ugyanaz? Miért de lehet az. Ja, lehet ugyanaz. Hát de lehet ugyanaz. Egyel beljebb vagyunk. Zsákot a fejére, megpukrocozni. Nincs bank a közelben, de most már komolyan úgy, mint a izében. Milyen... lehet egy érc kalapással és egy fúrva próbálnak, minden nap egy kicsit csak fúrnak, és szépen lassan így próbálnak eljutni. Tehát aki a nadrág zsebéből kirázza a kavicsokat, amikor sétál a folyosón, ő az. Igen, ez a társasházi együttélés, ez egy szörnyen könyörtelen dolog szerintem. Tehát aki kitalálta, hogy olyan társasházakat kell építeni, ahol tényleg lejtesz egy lábost, és mindenki fölriad. Ez azért van, mert ezeket ilyen 20 évre tervezték előre, vagy 30 évre maximum, ilyen kicsit ilyen szükséglakás jelleggel, aztán kiderült, hogy ebből a 30-ból lesz ilyen 40, meg 50 is. És hát azért enyhén szólva, és azért nem túl jó minőségek ezek a falak. Megőrülnék, tehát tényleg, sose értettem, és ezek a fúrók egyébként tényleg úgy csinálják, hogy mondd meg nekem, mit kell vasárnap reggel 7 órakor fölfúrni. Te értitek? Mi az, ami nem ér rá? Mi az, ami nem ér rá reggel 10-ig? 11-ig? Vagy miért nem tudja hétfőn délután 4-kor fölfúrni? Tehát neki, mi is laktunk panelházban, ott volt egy olyan csávó, nem tudtuk ott sem lokalizálni, hogy honnan jött. Ő minden szombaton reggel 8 órakor elkezdett szintén fúrni, és nem értetted, hogy mit. És miért 8-kor? Miért nem 10-kor? Mi az, ami nem ér rá? Mi az, ami nem ér rá? Igen. De csomó ilyen zaj van egyébként, a szokásos WC lehúzós, az az átlagos. Tudod, ami mindig reggel jön, vagy mindig ugyanakkor. Nálunk is például fölöttünk lévő, vagy alattunk, nem tudom, mert azt se lehet hallani, de nálunk minden reggel 5-kor van nagy öblítés. Hát, mikor fél 5-kor kávézik, hát hallod? Minden reggel 5-kor az van, hogy azt hallod, hogy te is kint vagy pont a fürdőszobában. Jézusom, ez szörnyű. Kimegy,
És vizionálod is. És már látod is egy idő után. Van egy ilyen... Gondolom, megmos a hideg víz meg is a arcocskát. Pici csönd. Nincs szerencsére nem hallom. Csak az, az a szép, amikor még hallod ordítani. Csak és az említés. Nálunk a társaságban konkrétan ki volt írva, hogy add vissza a kék biciklimet, te roldik, mert sír a gyerek. De ezt a feliratot én láttam, hogy az, aki ellopta a gyerek biciklit, mert nálunk úgy tárolták régen, ahol laktam, hogy az ajtó előtt, nem tudom, volt egy közös tároló, oda senki nem vitte be, és fölmentél négy emeletes társaságot, és az ajtó elé levágtad a biciklidet. Ugye hát nem vitted be a lakásba, és elloptak egy ilyen kék futó biciklit. És ez volt. Sír a gyerek. És valami... lakók ellopták, aki ellopta, adja vissza, hogy sír a gyerek. Mert a soha lelkére próbált hatni. Ilyen, soha büdös élete nem lett meg. Itt a villanyórát mondják sokan, hogy a villanyórát kell nézni. Hogy hol pörög? Hogy hol pörög meg hirtelen a fúrásnál, igen. Ez egy jó. Ez egy jó irány. Hát azért ezek az új fúrók már nem, tehát hogy ha szerintem a nád tévébe van kapcsolva, meg ég két lámpa, akkor ugyanolyan sebesség. Gyorsabban pörög, hogyha nagyobb. Szerintem igen. Lehet, hogy pillantra megpörgeti, igen. Na, megnézzük hallgatói, hogy milyen problémával küzdenek társasházban. Azok írjanak, akiknek az agyára megy valaki a társasházban, panelházban, panellakásokban. Milyen neszek, milyen zajok, milyen konfliktusok vannak, jó? Ki már üzengetett, az is írjon. Igen, üzengetések, biciklilopások, szemétárolás, szórólapbedobás és minden olyan, ami benneteket egy társasházban kiborít. Mit csinál a lakó és mivel borít ki? Hát csak mondom, hogy én azért üzengettem annak idején két formában, és az egyik a játszótér volt, ott jeleztem a kedves anyukáknak, apukáknak, meg a gyerekeknek, hogy közös ügyünk, hogy sokáig megmaradjon az a játszótér, és sokáig tudjuk használni, úgyhogy ne bontsuk, hanem építsük, vagy legalábbis tartsuk karban, illetve a másik a szemétledobó. De ki írtad? Hát az természetesen, igen. De nagyon szépen. Május óta a szomszéd a nap 24 órájában krákog, köpköd és összehányja magát. Az egy év mindjárt. Figyeljetek, az egy év hamarosan. Úgy a szomszéd. Az kellemetlen. Megjött a szomszéd. Neki csak annyit kell üzenni, hogy ACC. Pont. Krákog és köpköd. De a lakásban? A lakásban. Hogy? Igen. Hát úgy. Négy emeletesben lakom, este 9 és 10 között valaki üti a falat. Minden nap. Még nem derült ki, tippem szerint az alsó lakó tornázik medicillapot. Az jó. Az igazi állat. Már kiírtam, azóta is rendszeresen csinálja. Vagy kosáredzés a lakásban. Igen. A felső szomszédom vagy egy mosómedve, vagy egy bérmosó. Minden hétköznap 3 óra 15-kor, hajnali 3 óra 15-kor indítsa el az első mosást. Bérmosó. Azt tudod, hogy van az esti bekészítésem. Csak mondom. Hát vagy felkelsz hajnalba 3-kor és 3.15-kor elkészíted. Mert van időszítős mosógép, 9-kor berakod, hogy 6 óra múlva induljon, hajnali 3, és akkor 6-ra kész a mosás, és ki tud teregetni reggel. Bizony, vagy rendszeresen jó hosszú program, 3.15-kor indított, és 6-ra van kész. Nem, figyelj, két és három óra nagyfehéret mosol, mi mindig. És lehet, hogy azt csinálja, amikor ő elmegy dolgozni, akkor indítja el, mert egyébként a pihenésben nehogy már zavarja a mosógép. A hallgató hozzáállása, Réka hozzáállása nagyon tetszik, mert ő a pozitívumokat látja, és ez mindig nagyon fontos az élet minden területén. Nagyon hasznos számomra a 3 órás 15-ös időpont, mert így tudom, hogy még mennyit alhatok. Tök jó. Tehát ideig ránézszél az órádra, és egy idő után láttad, hogy fixe 3.15, még van 2 órád, és utána kellett kell 5.15-kor. Van egy hallgatónk, aki ebben a házban lakik? Tényleg? Na, Anna, de ügyes vagy. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Ádám! Hosszasan beszéltünk erről a fúrós cikkről, hogy nem tudjátok beazonosítani. Te tényleg ebben a házban laksz? Igen, igen, és van, amikor délelőtt otthon vagyok, otthonról dolgozom. Ne csináld! És már képzeled, de cipőben ülök a nappaliban, meg pulóverben, hogy egyből tudjak ugrani, hogyha jön a hang. Mert a biztonság jön rá, meg néhány ilyen délelőtti otthon lévő emberkével egyből megyünk a lépcsőházba, és akkor próbáljuk megtalálni. Az igen, riadó lánc. Nagyon jó. Figyelj, igaz a cikk, amit ír, mert ugye nyilván ezt egy hallgató beküldte ennek az internetes portálnak, hogy minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, vasárnapok se kivételek, ahogy látom, rosszul mondtam, így elkezd van, fúrni az illető? Így van. A legrosszabb az az, hogy szombat-vasárnap is, amikor pihennél, 8-9 órakor jön a fúrás, és ez 3-4 lukat kifúr, ahogy mondtátok is, és abban marad. De az alatt már ugye frankon felébredt, tehát hogy... És utána még egy ilyen 10 másodperc kalapálás körülbelül, de nem tudod beazonosítani. Tehát rohanunk az elsőtől a hetedikig, 3 lépcsőházban. Nem hiszem el. És az A lépcsőház azt mondja, hogy a B-ből jön, a B azt, hogy a C-ből, a C azt, hogy a másikból, tehát ezt nem lehet megtalálni. És akkor hogy van? Tehát, hogy minden harmadik nap fúr 3 darab lyukat. Mióta tart?
Hát én szeptember óta vagyok itthon, előtte külföldön voltam, de állítólag olyan április óta ezt már Három naponta, az figyelj, igazad van, ugye Feri, ezt kiszámolt, ez hány lyuk? 300 luk. Tehát a lakás konkrétan úgy néz ki, mint egy szita. Ha esik az eső, akkor ott beesik az eső. És egy pici kalapálás van utána? Így van, egy ilyen 10-15 perc kalapálás. Három tipli. És a hallgatók, vagy a lakók tényleg rohangálnak közben, tehát azt látod, hogy haj zajlik a fúrás miközben, mint a hallgatók, a lakók mind a mérgezetegerek rohangálnak a lépcsőházban, hogy lokalizálják a helyet? Így van. Én a múltkor kiszaladtam gyorsan, mondom, már cipőben ültem a nappaliban, mert vártam, hogy jön a következő luk, és jöttek fel az alsó szintekről, is szaladtak fel. Az egyik srác egy üveg ásványvizet szorongatott a kezébe, nem tudom, mi volt a célja, hogy lemencse esetleg nyakon öntse. Hát lehet, hogy sav volt benne, vagy arcon önti savval, vagy nem tudom. Nem tudom, de tényleg abszurd teljesen a helyzet. Tehát én ezt el sem tudom képzelni, hogy mi lehet ennek a célja. És miért mindig három naponta arról beszéltetek a többi lakóval? Vagy azt se értem, hogy akkor miért minden nap, vagy hogy három naponta? Tehát ebben van egyfajta tudatosság, hogy fixen három naponta. Hát teljesen értelmezhetetlen számunkra az egész. És mindig tényleg három vagy négyükat, van amikor 10 percenként fúrja be azt a háromjukat, van amikor fél óra is eltelik közben. Ez súlyos. És volt ilyen körlevél így a lakóknak, vagy mit tudom, a lakógyűlés ebben a témában? A lakógyűlés májusban van, úgyhogy szerintem az majd most lesz nem sokára, de először az első emeletről írta ki valaki, amit fel is olvasott. Igen, itt van a levél, igen. Tisztelt illetékes, vajon meddig fúr még, akkor átmegyek és segítek, igen. Igen. Ezen nagyon jót nevetgéltünk, amikor így jöttem az a munkából, aztán másnap már a közös képviselő is kiírta, hogy keresik. Tehát ugye a közös képviselőnek van egy telefonszáma, amit egész nap lehet hívni, 0-24 órás portaszolgálat van. És hát már ő is megelégelte azt, hogy folyamatosan csörög a telefon, ugye van fúr, most fúr! Nagyon jó tippek jönnek, azt mondják, lehet, hogy vadász és kirakja a kitömött cuccokat. Elmegy a három napban vadász, és bemész a lakásába, és kell keresni a kitömött állatokat. Vagy makettet épít, és lehet, hogy csak reggel van ideje, és azért fúr, akkor nem a falat fúrná, mert ugye a hang akkor terjed, ha a falat fúrod meg igazán. Tehát akkor a falat fúrja, egyértelműen. És mi mondom, ez egy körbe van, tehát van egy belső udvarunk is, egy ilyen négy szögletű ház, és mindenhonnan úgy érzed, hogy máshonnan jön. Ugye egy időt elején el tudom képzelni, ez barom idegesítő. És azt, hogy ugye nem tudod megfogni. Tehát nem tudjátok beazonosítani, hogy ki lehet. Figyeljetek, majd májusban ezt a lakógyűlést arra a napra alakjátok, amikor általában az ember fúrni szokott, aki nincs előtt, már eleve gyanús. Igen, ez tényleg, ez jó ötlet. Szűkül a kör, jó. Szűkítsétek a kört, legyen aznap a lakógyűlés, amikor fúr, és úgy, hogy tudjátok hallgatni, hogy van-e fúró hang. Ha van, és nincs ott, akkor már csak 2-3 lakást kell megnézni, vagy 5-öt, akik nem voltak ott. Hát az a baj, hogy a lakógyűlésen eleve kevesen szoktak lenni, hogy nagyon sok ház ki van adva a bérletben a külföldieknek. Ja, úgyhogy nem lehet. Úgyhogy elég nehéz. Van másik jó ötlet is egyébként, ez is ilyen szűkítős, hogy azt mondja itt az egyik hallgató, hogy ugye három lépcsőház van ABC, ahogy meghalljátok a fúrást, akkor első nap csak az át kapcsolod le. Ha megszűnt, akkor már legalább azt tudod, hogy az A lépcsőház. Tehát lenyomod az áramot. Mert ugye azt mondod, hogy 280 valahány lakás van, az ugye három lépcsőházra oszlik el. Tehát elsőnek lépcsőház szűkítés. Ha megvan a lépcsőház, akkor emelet szűkítés. Igen. Tehát a következő fúrásnál csak az elsőt nyomod. Igen, és ha aksis a fúró, akkor sajnos ez nem szívtad. akkor kezdheted az egészet előről. Igen, ideg többen a villanyórát, most 300 villanyórát egyszerűen nem tudsz figyelni, mikor elkezd valaki fúrni. Tehát ez nem egy jó megoldás. A hányadik kerületben vagytok egyébként, hogy hol van ez a lakópark? Hát a keleti mellett van egy pár percedik. A baleseti központ, az országos baleseti központ. Aha, a baleseti központ mellett. Hát jó. Egyébként egy új ház, tehát egy 5 éve épült. Tehát az fura, mert azért ez a zaj, igen, ez leginkább a régi panelrakásokra jellemző, hogy valaki fúrt, és nem tudtad megmondani, hogy honnan jön. És nyugodtan fúrhatál, mert tudtad, hogy úgyse találnak meg. Mert hát kimentél a lépcsőházra, és mindent hallasz. Igen. De nem te vagy. Fölöttem is, nem. De fölöttem is például minden éjjel egykor, egy-kettő között küldik valaki, és azt is rendesen hallott, hogy egy óráig engedi magának a vizet, és akkor utána beleül, forgolódik, mozdorot tűröd, és mindent hallott abszolút. Tehát azt írja, hogy hallgat, hogy én fúrok, és körbe lambériázom. Bizakodjatok, a felével már kész vagyok. Már csak egyéb. Igen, na jó, Ádám, hát kitartás, figyelj, ha megoldódik a dolog, vagy elkapjátok, vagy van bármiféle erőlelépés, dob már egy SMS-t, és visszahívunk, hogy végül hogy sikerült az illetőt megtalálni, vagy ki volt, rendben. Elköltözött, vagy abba hagyta, vagy esetleg kiírta, hogy gyerekek, végeztem, köszönöm a türelmet. Tehát ha van az ügynek folytatása, küld már el nekünk, mert nagyon tetszik a történet. Jó? Rendben, mindenképpen, köszönöm. Köszi. Nektek.
Szép napot. Ciao, hello, hello. Igen, hello, Adam, köszi. Többen kérdezik, hogy mi van, ha fúró az egy magnóról jön, igen, vagy MP3, igen, de hogy hallod a falon, ha tényleg rezeg a fal, azt te hallod, hogy valójában fúrnak, igen. Gyorsan még egy-két SMS, mert szenzációs csak jönnek. A szobabicikli nyikorgása és a zongora szó majdnem minden délután az is jellemző ránk. Aztán nálunk a felső szomszéd gyereke most tanul járni, és reggel 8-tól este 8-ig tologatja a csempén a székét. 8-tól 9-ig csönd, 9 után az apukája és az anyukája kényeztetik egymás körülbelül 11-ig. Hmm. Gyerekek. Gyerek mellett papa, mama, minden nap 9-től 11-ig. Milyen aktív. Hát, nem? Le a kalappal. Készülnek a másodikra. Le a kalappal. Igen. Húsklopfolásnál az alsó szomszéd egy percen belül feljött, hogy felújítunk, vagy aerobikozunk. Nem, csak vasárnapi ebéd. Aj, nagyon jó. Az én rohadt felső szomszédom hajnal 2-től hangosan ásít. Az, de utálom. Az mennyire utálod, mikor valaki így ásít? Igen. Aludjon. Hangosan pukizik meg ordít. Hát ha már mondjuk a pukinak hangja és átjön, akkor ott azért nagy komoly teljesítmény lehet mögötte. Egyrészt vagy nagyon vékonyak a falak, mert egy puki. Hát vagy egy erős a bélmozgás. Azért rohadt felső szomszédom hajnal 2-től hangosan ásít, igen. Felső szomszéd éjszaka hajnal 2-ig rendszeresen órákig porszívózik, csak fémcsővel a járólapot. Atya, úristen! Nagyon-nagyon jó SMS-ek vannak. Nálunk a szomszédok igen hangosan hegesztenek este 14 után. 4 menet alatt meg sem állnak. Főleg a nő baromi hangos. Ez Balázs küldte nekünk. Igen. Az én szomszédomat annyira hallom, ezt figyelt, hogy múltkor, amikor zenét hallgatott, be tudtam sezamozni a számot. Ugye van egy ilyen app-re egy program, hogyha te hallasz egy zenét, megnyomsz egy gombot, oda tartod a telefont, és megismeri, hogy mi. Na most ahhoz elég közel kell tartani. Az milyen, hogy az iPhone ezt felismerte, igen. Társasházi kiírás, nem teljesen ide vonatkozik, de nagyon jó. Társasházi kiírás nálunk, kérjük a lakókat, a csőtörést előre jelezzék. Hogy? Te figyelsz tényleg, amikor ezt mennyire szellemes a házmester? Mennyire szellemes, igen. Igen. Jó, és akkor még ilyenek, de ez már nem a konkrét zajokhoz kapcsolódik. Éjjel 2-kor slagot az ablakon kérezte, a második emeletről locsolja a szomszéd az utcán lévő bokrokat és fákat. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Tegnap foglalkoztunk ugye a játékhatárok nélkül verseny győztesével, mert hogy a comment.com-on lejött egy érdekes cikk. Minden győztesével. Igen, lejött egy érdekes cikk, és nem tudjuk, vagy nem tudtuk sokáig eldönteni, hogy mi történik tulajdonképpen. Mert hogy ugye, hát a magyarok megnyerték ezt a versenyt, aztán a comment.com utána nézett, hogy az oroszok is magukat hozzák ki győztesnek ezen a versenyen, és az eredeti francia honlapon is az oroszokat hozták ki győztesnek, vagyis hogy ők nyerték a játékhatárok nélkül vetélkedőt. Míg a magyarok ugye azt mondták, hogy ők is föl is emelték a kupát, nyilván nem azért, mert hogy ők ezt a dolgot nem nyerték meg. Ráadásul nem csak ez van, hogy az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, hanem lezárt televízió műsor van Magyarországon is, igen, és az oroszoknál is, és annak a vége is az, hogy hol mi örülünk, hol ők. Tehát itthon mi örülünk, ott meg ők. Ugye? Tehát hogy nem csak az, hogy valaki mond valamit, hanem bizonyítéka is, hogy tessék, itt van, itt a kupa, fogom, hajrá. Igen. És ugye azon kezdtünk gondolkodni, hogy valaki hazudik. Igen. Valaki hazudik, és arra gondoltunk, hogy ha mi megnyertük tényleg ezt a versenyt, akkor ne hagyjuk már, hogy az oroszok ezt meghamisíthassák, és a saját honlapunkon azt tüntetessék föl, hogy egyébként ők nyerték, mert hogy 15 év szünet után újra megrendezték, ráadásul ugye Magyarországon forgatott játékhatárok nélkül című vetélkedőt, és ezt megnyerték a magyarok. Erre az oroszok országvilágnak behazudják, hogy ezt ők nyerték. Így van. És nem csak a külön verseny nyerték, hanem az összesítettben ők a saját honlapjukon magukat tették előre. És ráadásul annyira presztízs kérdést csinálok a dologból, hogy nem sokára jön is emiatt a Putyin Magyarországra. Igen, hogy megbeszéljék. Csak én Gundival fog találkozni. Gundelor. Veszélybe került Paks 2-ben, azt mondják, hogy na gyerekek, így ne. Ha nincs megegyezés, akkor nem. Így akkor nem építkezünk. Na de, hogy van az, hogy az orosz állami televízióban egy olyan kép jelenik meg, hogy az orosz csapat megnyerte a falmászást, majd ugye óriási örömködése közepette, ők felemelik egyébként, átadva ugyanazt a trófeát, és itt jön a megdöbbentő dolog, amit a magyarok is felemeltek. De az nem a falmászásért kapták, hanem ugyanazt a trófeát emelik fel az oroszok is. Mert ugye azt mondják, az oroszok megnyertek egy külön versenyt. Ezt tudjuk. A falmászó verseny. De az eredményhirdetésnél az orosz verzióban az orosz fél az egyértelmű összesített győzelmet ünnepli ugyanazzal a kupával, amivel a magyarok ünnepeltek előtte, és az orosz állami televízió azt mutatta be.
De hát ezt mi kiadtuk a kezünkből, azt a kupát. Tehát azt a kupát mi megkaptuk egyszer. Letettük valahova, átkaroltuk egymást szeretetben. És addig ő felemelték. És addig ő megcsinált egy képet. És látszik magáról. Egyébként az, hogy egyébként az orosz versenyzők már akkor, amikor felemelik ezt a kupát, át is vannak öltözve. Tehát egy olyan kép volt fent az interneten, amin ők már utcai ruhában láthatók. És aztán kiderült ugye, hogy az oroszok valóban nyertek egy külön versenyt, de az orosz állami tévé mégis úgy próbálta beállítani, mintha ők egyébként az egész versenyt megnyerték volna. Azért ez nagyon kemény. Azért ez nagyon-nagyon-nagyon kemény. Ez valami régi beidegződés lehet még a 60-as években. Hogy mondtam, nincsen már ilyen a világon sehol, hogy a köztévében ilyen kézi vezérlések lennének. Nincs, hát ilyen aztán a világon nincs, hogy a köztévé kézi vezérlés lenne, hát a kutya fáját. Én nem is hallottam még ilyenről, hogy kitakargassanak embereket. Meg hogy ott hirtelen ilyen olyan dolgok történnek, ez csak Oroszországban történik, meg Jani, kikérem magamnak ezt a feltételezést. Én pontosan ezt próbálom meg sugárni, így van, csak Oroszországban, de Oroszországban csak jó kézi vezérlési köztévéről nem is hallottam. Oroszországban vereség nincsen, döntetlen esetleg, de inkább csak győzelem. Tehát ők győztek. Kik? Mi győztünk? Az nem hagyjuk oda a kép. Rohadékok, hazugok. Ott náluk ők. Igen, az orosz Wikipédia az oroszokat hozta ki győztesnek. Nem, mert ez a 21. században megtörténik, gyerekek, azért ez valahol egyébként rettetesen szomorú, és mondjuk meg azért nem egy politikai tudósításról, egy nem tudom, egy ENSZ nagygyűlésről van hát, szó, hanem egy játék határok nélkül. Ahol az orosz Wikipédia azt mondja, hogy az oroszok megnyerték a versenyt. És megdöbbentő, hogy pont a demokrácia bölcsőjében. Igen, de tényleg, tényleg értem is, hogy jön a Putyin, mert ezt meg kell beszélni. Hallom. Szóval ezt meg kell beszélni. Ez napirendi pont kell, hogy legyen. Hogy mielőtt belemennek itt, hogy mi lesz meg, hogy lesz. Az na előtt, akkor hogy volt ez? Ki a kupa? Hagyjuk a formalitás tavar, és gyerünk beszélni meg, ezt játék hátterok nélkül. Ügy. Na mindegy, most hogy érte, bajnokok falát megnyerik és behamisítják az egészet. Viszont azt nem értem, hogy a francia honlapon is, hogy kerültek előre az oroszok? Ők is az orosz tévét nézik. A franciák is az oroszok seggét nyalják, mi? Aha. Ugye? Erről van itt szó. Hogy velünk nem puncsolnak. Puncsolnak az oroszokkal. Írjuk be az oroszokat, abból nem lesz baj. Hát ne eljöjjön ide a Putyin, írjuk inkább be. És beírták az oroszokat első helyre. Mert hogy az oroszok magukat elsőnek írják, az rendben van, idézőjesen, az sincs rendben. Hát lehet, hogy van ott lent valahol náluk is egy lepukkant a batonmerő. Jó lenne azt is felújítani, igen. Na, felhívjuk az egyik műsorvezetőt, Gundit nem értük el tegnap. Viszont Harsányi Leventit, igen, aki segít nekünk. Fut a nyáva. Lehet, hogy ő is benne volt. Van a Gundi. Nem akar nyilatkozni. Harsányi Levit felhívjuk, hogy mondja el nekünk, hogy mégis mi történt, és ők, mint a műsorkészítői, egyébként itt szóltak ahhoz, amikor kiderült, hogy igen, szóval itt valaki csaj. Azt írja valaki, srácok, ne firtassátok tovább, hideg tél lesz. Hosszú hideg tél lesz, így van, úgyhogy nem is nagyon firtatjuk tovább a dolgot, de 8 óra után rákérdezünk azért Harsányi Leventénél, hogy hogy is áll most az ügy, jelen pillanatban mit mondanak a magyarok, mit mondanak az oroszok, és hát reméljük már azóta ők is beismerték egyébként, hogy szemét módon próbálnak nyerni. Egy perc múlva 8 óra jövünk Levivel, Ákos hírei után. Morning Show, Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, Mark Ronson és Bruno Mars. Nagyon jó kis dal ez. Fú, őnek nagy klasszikus. Minden zenéje ilyen ennek a Ronson gyereknek, mert veszek 50 CD-t. Jó, ez nagyon jó ez a dal. Egyébként tényleg. Nagy funky közhely, de zseniális. 6 számból összenyúlva, mindenhonnan egy kicsi, különböző dalok felismerhetőek benne, de zseniális dal. Zene van benne, élő funky, hangszerek. Nagyon jó. Igen. Nincs vakítás, hogy majd a számítógépen valamit leszedünk. Ezek a fiúk följátszottak minden egyes hangot. Hát hallatszik. Köszönjük szépen mindenkinek, aki szavazott rá a teszten. Tényleg jó dal egyébként. Na, a 10. kerület Akna utcánál autó, a villamosineken áll, a villamos forgalom 28/37, de nem tudom, hogy az egyébként mit jelent. Aztán M3-as 76-os kilométertől Nyíregyháza irányába ködös útszakasz, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon, és menjen egy kicsit lassabban. M3-as 204-es kilométer Budapest felé fotóznak, ezt Böbi küldte nekünk.
valamint az M9-es Duna hídja le van fagyva, hát ha meghallja az illetékes, mondjátok be, üzeni nem tudom. Ma reggel körülbelül 10 perccel ezelőtt láttam szikrázni az ablakommal a dunaújvárosi személyvonatot Battánál. Az van. Hát villanymozdony húzta valószínűleg. Hmm. Igen, lehet. Ennyi. Már Kapuváron és Csornán is havazik. Andi küldte nekünk, A120-as jó járható, se hó, se köd, M3-as füzesabony tejköd, üzeni Attila, és M1-es Hegyeshalom felé Győr után havazik a 149-es kilométertől. Ezt Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyerekek, jó lenne, ha ide is jönne. Egy pici hó még, nem? Egy pici hó. Te maradj csendben, mert nálatok van. Ez is igaz. Igen. Jó, ne legyél. Ez is igaz. Most mi hóirigyek vagyunk rád, azért kértük mi, hogy hozzánk jöjjön. Csinálok pár fotót, megmutatom, hogy tényleg nem hiszed el, hogy figyelj, mint Ausztriában lennél, nem hiszed el, hogy ott milyen hó van. Csinálok egy pár fotót, tényleg megmutatom. Na, azt szeretnénk mi is egy keveset, egy 5-10 centit, abban már a gyerek nem akad el, vagy még... Az már pont jó, az nem? Pont egy kocsi jó után csúszkás. Tudod kötni, tudsz vele szánkózni. Múltkor láttam X6-os BMW után, te 3-es, 4-es gyerek ott ül. Ez az apu elől, akkor mit csinál a srác hátul? Alá csúszik? Előre csúszik, és integet apának. Ha elcsúszik, mert ment az X6, ült benne a kis gyerek, egy olyan szánkó volt, aminek ugye van háttámlája, tehát nem tud belőle kiesni, és nem mentek gyorsan, meg nem farogat, húzta a gyereket. Egyébként igazi szenzációs, igazán nagyképű, de mondta az apuka, ne, nekem most ez nincs erő. Semmi farolás, nem, a gyerek ment, és öttel mentek a havas úton, és ült a gyerek teli szája, mosolygott, apuka meg könyökölt a műszerfőn, és hárommal húzta a gyereket. Telefonon beszélgetek, húzta a gyereket. Ezt nem nagyon veszi észre az X6-osban, csak megy tovább. A héten ugrik egyet. Na, elég volt? Hol vagy? És sehol nincs a gyerek. Hótömböt húz már maga után. Igen. Na, játék határok nélkül fejlemények bonyolódnak, kérem szépen. Ugye érdekes ez a dolog, ami zajlik, mert hogy ugye hát trükközés. Trükközés van, és régi időket idéz ez, hogy állami televíziókban hamisítanak különböző dolgokat. Más értelmezés. Más értelmezés. Máshogy értelmezik ugyanazt az eseményt az oroszok és mint mi, mert hogy ugye ezért nem hazudnak. Nem. Máshogy értelmezik. Máshogy értelmezik, igen. És hát 15 évnyi szünet után Magyarországon forgatott játék Határok nélkül című vetélkedőt. Egészen fura és megmagyarázhatatlan módon, úgyis mondhatni rejtélyes módon, két csapat nyerte meg. Megnyerte egyrésztről a magyar csapat, és ezt tálalta a magyar közszolgálati televízió. Mint ahogy megnyerte az orosz csapat is, és ezt tálalta az orosz állami televízió. Na. És aztán még ott kicsit a szemét franciák is megpróbálnak bele mahinálni a dolgokba. Fura módon ők egyébként az oroszokat hozzák ki győztesnek. Ez egy meglehetősen erős ellenmondás. Így nincs akkora súlya a dolognak, de mégis érdekes, hogy van egy tét nélküli, vidám, az országok kicsit összetartozásáról szóló játék, ahol nyilvánvalóan a végeredmény kihirdetésében valaki hazudik. Hát azért de van egyfajta szomorú üzenete is ennek. Nem lehet az, hogy nem néztük meg a többi országot? Hányan voltak ebben a vetélkedőben? 8 ország mondjuk. Kit érdekel? De lehet, hogy ők is nyertek. Érted? Hogy az a koncepció, hogy ebben mindenki első. Tehát mindenkinek leforgattak egy ilyen végét, ahol tartja a kupát. És akkor azt az összes olyan ország, aki ebben benne volt, azt mindenki a saját országában úgy tálalja, hogy lehet, hogy megnyerte. Mert akkor érted, sok ez... perre lesz Brüsszel. Na de ne legyen már ez, hogy mindenki úgy tálalja, hogy akar ezt a magyarok nyerték, ha ők nyerték, feltételezem, hogy ők nyerték, vagy hát legalábbis remélem, hogy ők nyerték, és nem kell nagyon csalódnunk, hogy itt tényleg az oroszok kamuznak. Akkor nyerjük már meg mindenhol mi. Na most az érdekes egyébként a történetben még az, hogy ugye van Wikipédia oldal, és a francia oldal, erről beszéltünk, az oroszokat jelöli meg szintén győztesnek, ugye a francia eredetileg a műsor, ők az oroszokat jelölik meg, viszont a francia és az orosz Wikipédia oldal még egymástól is különbözik. Tehát, hogy oké, hogy az oroszokat jelölik meg győztesnek, de alatt aztán teljesen más a során, viszont közös győztes az orosz fél. Aha. Nem a magyar. Nálunk a magyar. Hát, mert Putyin szólt, hogy nekem mindegy, hogy ki van a második, harmadik, negyedik, akárhanyadik helyen, az elsők mi legyünk. Igen. De hogy miért az oroszok mellé állnak a franciák? Hát nekem csak ez a gyanús, mert a magyar azt mondja, ő nyer, az orosz azt mondja, ő nyer. Oké, mindenki eldönti, hogy ki nyer, de a franciák meg így mit szólnak vele? A franciák ártottak már nekünk. Hát nem keveset. Sokat. Sokat ártottak már nekünk, most megint el kell viselnünk. Már megint el kell viselnünk ezt a dolgot, hogy minden Franciaországban dől el. Hát ezt nem akarjuk még egyszer. Függenek most az oroszoktól a franciák? Kapnak tőlük olajat, gázt, kaviárt, traktort, kaviárt, tankot. Ehhez a Nógrádit kellene fel. Milyen lehet, hogy fegyvert szállítok, mit tudom én, a francia hadsereg, az orosz hadseregnek. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Hát mindenesetre most arra vagyok kíváncsiak, hogy a két köztévé közül melyik mond igazat. Biztos az orosz hazudik, Jani!
Kikérem ezt. Ja, ne, magamnak. Ne, hát csak azt akartam mondani, hogy bárki is mond igazat, meglepő lesz a vége. Mert ugye van ez a külön játék, ez a falmászás. Aha, ez a igen. Falmászás bajnok, a külön játék. Marha jó pofa egyébként. Most azt megnyerték nagyon. Valójában az oroszok. De azt értette, hogy van egy játék, amit lezárnak, és akkor utána van még ez a játék, mert az valami extra a falmászás. Jó, tudom? Az egy extra. Az egy extra játék. Tehát akkor már kiderült, mert ugye a játék folyamán a pontokat adták össze, és akkor már... Ez a hagyományoknak megfelelő játék. Ez a Champions Ball. És akkor már a gundiék számára állítólag kiderült, hogy ha bárki nyeri meg a falmászó játékot, akkor se lehet több pontja, mint a magyaroknak. Tehát mi ott elkezdtünk ünnepelni. Lehet, igen. Hogy ezek a fiúk elszámolták magukat? Kik a magyarok? Igen. Hogy még nem volt meg a győzelem, és utána az oroszok behúzták ezt a falmászós játékot, megnyerték, az azért kapott pontot hozzáadták az addigihoz, és azzal viszont már ők nyertek. Hát... Csak kérdezem, hogy hát, ha itt a hiba. Matematikailag csúsztunk el. És ugye gyanús, mert tegnap egész nap kerestük a gundit, de már nem értük el. Lehet, hogy... Hallgató írta, hogy... Berendelték? Moszkvában van. Igen. Lehet, hogy a gundi már raporton van Moszkvában? Már hirtelen berendelték gyorsan, hogy akkor. Nu Gundel Takacsovics. Nu Pagányi. Nu Pagányi. Gundi tegnap óta nem tudtuk előkeríteni. Aha. A Levi még él, mert a Levivel mindjárt beszélünk, ugye is ott volt, vagy műsor vezetője volt, de a Gundi tegnap óta nem érjük el. Tehát itt lehet, hogy megindult egyfajta tisztogatás. Igen. Most várja, a Levi azért is gyanús, mert ő viszont rajta van az orosz videón, ahogy átadták. Hát állítólag írja egy hallgató, hát az nem biztos, vagy tényleg ott van? Rajta van? Gundi? Aha. Jó, mondták, hogy most már... De hív, kérdezem a Gundit, hogy egyben van-e, meg hogy mondják, hogy most már a Levinek... Telefonál, akkor nem tudjuk fogadni, mert sokkal van. Mondják, hogy fegyver... is, neki van. Hangos is ki, hogy adásra egy fegyvert tartanak a fejéhez? Jó, várjál, vissza kell hívjam. Ja, csak megcsörgeted? Ne, hát nincs már a számláján. Látod? Már blokkolták a kimenőjét. Hát nem is az ő telefon. Mondják, hogy ki van hangosít, hogy élőadásban van. Kabarit Moszkva. Táváris Gundel. Ki vagy hangosítva? Na, élsz, Gundi? Élsz? Nem tudom, hogy élek, azért nem tudom, hogy véleményedek el, mert én teljesen hallgattam a műsort, és azt hiszem, akkor én itt vagyok, tettem. Mi a számod, Gundi? Mondd már be! Figyelj, visszahívunk. Mondd már be adásba, visszahívunk. A Balázs azt mondja, hogy mondd be a számod adásba, visszahívunk. Igen, és hát képzeld el, én is tudom, mert visszahívtalak. Na, jó, Feri, a Gundi, mondnak a Gundinak, hogy mindjárt visszahívjuk, csak a már szegény Levi is le van szervezve, beszélünk a Levivel, jó. És visszahívjuk a Gundit. Addig egyél egy pirogot. Igyál egy vodkát, addig ikert. És mi kérnek, hogy a szájpeszket vegyék ki a szádból, hadd beszélje. Jó, Levit most már leegyeztettük, hogy hívjuk fel a Levit, jó? És azt írja, hogy hallgatók, nem az Origon volt egy cikk, abban a francia cég is nyilatkozott. Én azt a cikket nem láttam egyébként. Azt láttam, hogy a magyar, az MTV-vel lehozott egy nyilatkozatot a francia producertől, amiben egyébként a francia producer elmondja, hogy a magyarok nyerték a játékot. Tehát, hogy van egy ilyen is. Van egy... De akkor miért írta ki? Tehát a francia producer? Olivier Charpentier. Charpentier úr. Ja, hát ha a nemzetközi producer Olivier Charpentier. A Monsieur Charpentier ezt mondja, hogy mi megnyertük, akkor mi a francia hát ez ki? Az. Hát ez az. Na? Hát ez az. Hát? Gyerekek, ha beleállunk ebbe a beszélgetésbe, tényleg rohadt hidegtelünk lesz. Na. Úgyhogy vagy elengedjük és hagyjuk, hogy az oroszok nyerjék ezt a játékot, és meleg lesz, vagy nem engedjük, de akkor vége van. Viszont Harsány Levék nem fognak fázni, biztos olajkazánjuk van. Ha ő is ott volt azon a képen. Igen. Azért mosolygott a Levi a képen, igen. Kapott egy szép volgát ajándékba. Itt van Harsányi Levi, hello Levi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Na hát segíts nekünk kiigazodni ezen a szörnyen, nem tudom milyen történetem, mert itt aztán most már a franciák meg az oroszok masszívan hazudnak. Gondolom én, hogy így van, nem? Hát így nagyon jól teszed fel a kérdést, ugye ezt nem lehet tudni ki. Mi gondol ebben? Én annyit tudok csak elmondani, hogy ugye én ott voltam. A magyar változatban, amikor kihirdettük a végső győztest, melyben aztán a magyarok nyertek, diadalmaskodtak, át is adtuk nekik megfelelően az ezért járó kupát és serleget és díjat, és mindenki örült, mint mi is, és mindenki szépen hazament. Én ennyit tudok. Aztán persze, amit ti is már elmondtatok, az is igaz, hogy ennek a játéknak volt egy úgynevezett Champions Ball, a bajnokok hala külön játéka, aha. Amit az oroszok kettek. Azért ők kaptak külön egy kupát. Ez a kettő ugyanez, mint a Feri felvetésre válaszolnék. Azt nem tudom, a kupa legyártásánál nem voltam ott. Valószínűleg, hogy ez két különböző kupa. És abban viszont ők nyertek. Ezt meg is erősítette a francia producer, hogy mondtátok.
Igen? Levi, olyan furán szól az új Bluetooth-ad a csajkádban. Tényleg, egy pincéből beszélsz, és írod, hogy AK-47-es tartanak a fejed. Ezt kihangosítom vagyunk, Levi, mert nagyon nem jó a vonal vezet. Igen. Hát tegyem, akkor meg kell állnom, hogy szabályos legyek mindig, tudod. Nagyon, ez nagyon tetszik, hogy erre így odafigyelj. De átveszel minket, hogy félre tudsz állni, mert így nagyon visszhangos. Egyrészt félreállok, másrészt meg most figyeljetek a változás. Da-da-da-dám! Igen. No! Ez milyen jó. Hát adj... akkor semmit nem hallottatok eddig. Meg voltál. Figyelj, de állítólag van egy olyan felvétel, ahol ti azt mondjátok, hogy ez igen? A francia tévében ment le, hogy te sajnálkozol, hogy majd jövőre mi nyerünk. Ez lehet? Ez egy hallgató idején, ez nem tudom. És állítólag hallatszik a te hangod, hogy te sajnálkozva mondod, hogy nem baj, hát fel a fejjel, majd jövőre nyerünk. Ez valóban elhangzott? Vagy ez valóban... Ezt én nem láttam, nem tudom. Ha ilyet mondhatom, az valószínű, csak a Champions Forra, a külön bajnokok falára. Szarul? Hát nem annyira. Hát vagy ezért nem emlékszel rá, Levi, mert ugye egy héttel korábban vettétek fel. A külön díjat adott. Te a könnyű műsort szerkesztett. Nagyon jó, úgyhogy ebben nem menjünk bele. A dolog lényege az, hogy ennek a játéknak ez a két része volt. Ez a külön díj, amit kaptak ugye az oroszok a Champions League-ért, és a másik az összjáték végeredményeképpen, amit mi nyertünk. Én ezt tudom, ugye amit ti kérdeztek az alapvetően szerkesztő, meg szerkesztő kérdés. Én mint műsorvezető voltam jelen, amit nekünk mondtak, és ami akkor az ottani szabályok szerint valós volt, mi az alapján jártunk el, és mondtuk be Vargadit kolléganőmmel a végeredményt. És ti láttátok egyébként, vagy akkor feltűnt, vagy akkor ti észre se vettétek, hogy az oroszok bőszen ugyanazt a kupát emelgetik, vagy ti csak arra gondoltatok, hogy jé-két egyforma kupa van, amit ők a Champions Bowl-ért megkapnak. Mert ők ugyanazt a kupát emelgetik, amit a magyarok emelgetnek, amikor győznek. Azért ez nagyon érdekes. Azt nem tudom, hogy ugyanaz a kupa-e. Tehát ilyen... Már hogy ugyanolyan legalábbis. Aha. Na így már lehet, hogy helyes. De ezt nem tudom. Tehát ott azért egy ilyen nemzetközi produkciónál, egy ilyen nagy stúdióban, hát több száz ember volt, de tényleg súlyos. Ott, hogy a háttérben, hogy mellettünk, vagy előttünk, mi zajlik, azt nem látjuk. Mindent nem látsz, és nem tudsz, és nem is figyeled, teljesen normális. Mi arra koncentráltunk, hogy a jogosan megnyert magyar csapatnak átadjuk ezt a kupát, díjat, aminek örültünk, és ennyi. Hát meg a lehet, és örülünk. Profi műsorvezető vagy. Számla le, addig arccal a pénztár felé örül. Persze. Megsértődik, hazamegy. Fél profi műsorvezetőként azt csinálod, amit a füledre mondanak, és a füledre azt mondták, hogy nu most Lévi, gratulálni elvtársaimnak, kupa megnyeréséhez. Oda menni, mosolyogni. Igen, és nem nagyon értettem, tudod, Jani, tehát ezért kellett, hogy felkérdezem, és akkor mondták, hogy gáz rendben, mondom, akkor jó. Gáz rendben, pak, soki. De akkor mondd meg nekem, hogy a franciák miért írják az ő oldalukon, hogy az oroszok nyertek? Hát miért ekkora rohadékok? Miért kell ennyire nyalni az oroszoknak? A Wikipedia oldalukon még mindig az van fönt, hogy az oroszok nyerték a versenyt. Balázs, ezt a franciáktól kellene megkérdezni. Hát de hogy? Hát te vagy ott a tűznél. Ott vagy a tűz melegébe. Én nem beszélek francia, hogy kérdezzem meg tőlük, Feri? Hát érted? Ezt a terelést. Most már biztos, hogy orosz. Logikus. Azt miért nyomtam be? Nem már észre, hogy terel orosz kém. Igen, az is lehet. Már az is lehet. Már minden vagy. Tehát néha fejvlak titeket, hogy megkérdezem, hogy ki vagyok. Tegyük tisztába. Jó van. Gundival beszéltél azóta? Neked meg volt? Mert nekünk nincs meg egy napja. Most került elő, de ez is nagyon gyanús, hogy most hirtelen előkerül adásban. Tehát ez nagyon. Majd most meghallgatom, mert hallom, hogy vele is fogtok beszélni. Gyanítom, ugyanezt fogja mondani, mint én, de meghallgatom. Jó, mindenféleképpen. Mindenképpen, és nézd meg az új képeket, amiket felrakott a Facebook oldalra. Lomonoszov Egyetem, Kreml, Lenin mauzóleum előtt. Na jó van, Levi, hát akkor igen, akkor azt erősíted meg, amit olvastunk, hogy az oroszok és a franciák itt a rohadékok. Jó van. Tudsz Rubert váltani? Jól. Tízig jó van. Köszi, Levi, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao. Leventének köszönjük szépen. Hello. Keveset mondott, nem Jans. Nagyon beszélt. Nem volt vett, nem vett ránk meg. Nem tudok franciául. Fél ilyen kamuszagú. Nem, ez engem még nem győzött. Hát ő nem itt tudom. Valami nem stimmel. Haveri a kuki. Haló. Igen? Nézd, Feri, én egy csomószor mondom, hogy nem identitást, hova tartozást, ne keverjünk a műsor. Ugye legyenek a haverja, a kuki, ez az ő magánélete. Haverja, a kuki, aki meg francia. Van akinek a puni, van akinek a kuki, hát a Levinek a kuki. Miért kuki. Kell most a... Hát de hogy ő meg ide keverni azt, francia hogy miért, kuki. Mihez vonzódik. Miért azokkal barátkozik, akikkel a nejeink? Nem értem. Igen, régen nagy csajozógép volt, fura, hogy azóta haverja a kuki. Haverja a kuki, ő meg francia, tehát megvan az a vonal is.
Na jó, fejlődjük a Gundit is egyébként. Valószínűleg nyilván ugyanezt mondja. De ha már volt ilyen drága, hogy bejelentkezett, akkor hírek után felhívjuk és beszélünk vele, hogy mondja el, hogy egyrészt hová tűnt az elmúlt egy napban. Balázs Wikipédia, menj és írd át. Tényleg nem tudjuk átírni? De lehet, hozzá lehet szólni. Hát a Wikipédiát bárki szerkesztheti. Simán. Ezért egy megbízható adat. És a francia forrás. Oldalon hozzá tudok szólni? Magyarul, persze. Üdvös csalók, mi nyertünk, nem tudunk, mi nyertünk, nem tudunk egyet beírni? Legalább érezzék a nyomást. Szerkesztő tudsz lenni. Tudsz, de meg kell adni különböző elérhetőségeket, és igazolni kell magadat. Aha. Egy e-mail címmel. Akkor a Balázs nevében csinálj. A telefonszámommal, igen. Szerintem mindenképpen. Vlagyimir Iljics Levi. Nagyon jó duma. Ezt írták a hallgatók, igen. Na, itt van velünk Gundel Takács Gábor, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Visszaengedtek, de jó! Már itthon? Igen, nem tudom, hogy miért nem értetek el, nem azért mondom, de a Blicknek, a Borszak és még a Klubrádiónak is sikerült, úgyhogy valamit tegyetek össze ott a csapatok. Kinyomtál minket, Gundi, emléksz? Nem. Lehet, hogy rossz számot hívunk, az Anna nyomozott utána, aztán már a lerobbant, ez is gyanús, hogy próbált téged elérni, ma már ő sincs. Tehát se Gundi, se Anna, nagyon, nagyon fura volt. Mert mondta Anna, hogy tegnap arra hivatkoztál, hogy a Vöröstéren nincs elég térerő, és nem fogunk tudni. Na, hallottad, hogy mit mondott a Levi az ügyből kifolyólag? Hallottad. Ugye? Tudsz még valami újat hozzátenni? Mint rangidős? Kijavítani fiatal kollégád? Nem akarom még kijavítani, mert ő volt ott, én nem voltam ott minden felvételi napon. Hallod? Csak ugye föltette ezek itt kérdéseket az oroszokkal, meg a franciákkal kapcsolatosan. Annyit tudni kell, hogy ez nem ugyanaz a konstrukció, vagy nem ugyanaz a produkció, mint ami volt annak idején. Kicsit hiányolom is a régi, megmondom őszintén. Ezt a műsort pillanatilag egy ne stúdió, hanem egy francia magáncég gyártja. És ez a műsor ebben a formában jó néhány éve működik, és az oroszok benne vannak. Tudni kell egyébként, amit kérdeztetek, hogy az oroszok teszik bele a nagyságrendileg a legtöbb pénzt. Tehát miközben Budapesten forgattuk ezt a műsort, az oroszok külön stúdiót béreltek, ide hoztak 150 nézőt, akiknek semmi dolgok nem volt, csak hogy szurkoljanak a felvételek során, ide hoztak egy csomó celebet, szóval iszletos pénzt tettek bele. Hogy kinek mi az érdeke, meg milyen pénzügyi viszonylataik vannak, ezt innen nem tudom, csak azt tudom, meg azt láttam, hogy a franciák, a francia producerek, ez a francia magáncég, ez az oroszoknak gyakorlatilag minden kérését teljesíti. Na most azt is tudni kell, hogy ez a műsor éveken keresztül abban a formában került képernyőre, Oroszországban is és Franciaországban is, meg a többi országban, ahol ez működött, hogy lejátszották az öt játékot, amit ti is láttatok, majd az öt játék által kialakult sorrendben indult ez a bizonyos Bajnokok fala című játék, és az nyerte a játékot, aki végül is ugye a Bajnokok falán első lett. Hát igen ám, csak az oroszok erre nagyon hamar rájöttek, hogy elég ezt az utolsó játékot megnyerni, és akkor a többivel nem kell foglalkozni, és így is történt. Az oroszok idehoztak minden játékba három ilyen falmászó specialistát, és semmivel nem töröttek, csak megnyerték ezt a falmászó játékot, és aztán hurrá, Oroszország Vlagyivosztoktól egészen itt a keleti vagy nyugati határig nagyon örült, mert hogy már megint mi nyertünk. Na most ez nagyon hamar kiderült számunkra, hogy ez így nem lesz jó, és ezért mi, a magyar stáb, a magyar producer, Bányai Gábor azt mondta, hogy ez így nem lesz jó. Tehát az egy nagyon, Magyarországon az egy nagyon rossz tévéműsor, hogy bármi van, az oroszok nyernek. Ugye? Hát, látsuk, nem jó az üzenet. Nem magában se jó, de ebben az országban pláne nem jó az üzenet annak, hogy bármit csinálsz, az oroszok nyernek. És ezért született az a változtatás, hogy akkor gyakorlatilag bontsuk ketté ezt a történetet, játszunk egy játék határok nélkül öt játékkal, ennek van egy győztese, és utána lejátszuk ezt a bónuszjátékot az oroszok kedvéért. De ezt ők elfogadták, vagy ebbe belementek? Vagy ez egy magyar változtatás volt? Hát ők belementek, csak az történt, amit mi ott sejtettünk, de most már tudunk is, hogy ők pontosan úgy csinálták meg ezt az egészet, mint az elmúlt években, hogy az orosz néző rá nem jött arra, hogy ez most ebben az évben nem így volt. Nem ez volt a megállapodás. Ja, tehát kvázi elhallgatták a szabálymódosítást, és úgy vették föl, és úgy adták át a díjat, mintha ők az egész versenyt akkor megnyerték volna. Aha. Ebből derült ki a probléma, csak az úriember, aki ezt megjött. Na mindegy, úriember, aki ezt megírta, az ugye nem kérdezett meg ebben kapcsolatosan senkit se, csak az orosz barátja jelentette neki, hogy ő az orosz televízióban nem mi nyertük. Ez a comment.com, igen. Hát igen. Na most az, hogy a franciák, miközben a francia producer, aki itt volt Magyarországon, és legyártotta ezt a vezetőnek a műsor legyártását, kiadta ezt a nyilatkozatot, hogy mi nyertünk. És ehhez képest a francia televízióban miért az oroszokat hozták ki,
Hát ez én nem na tudom. Ez a kérdés, mert hogy az oroszok szemétkednek, oké, de ugye, hogy a franciák és a francia Wikipédia oldal és a francia rendező, mindenki az oroszokat hozza ki győztesnek, na az az igazán fura, hogy az oroszok hamisítanak, hát most oké, persze, ez hát nagyjából ezt várja tőlük az ember. Két oka lehet, de ez, mondom, ez innentől kezdve csak koncepciógyártás a részemről, hogy mégiscsak az oroszok tartják el a műsort, B, a Franciaországban az elmúlt években ebben a formában sugározták a műsort, ebben a formában szokták meg a francia nézők, és ezért nem akartak rajta változtatni. De nem tudom. Egyébként, ami utána néztünk, például az egyiptomi televíziós műsorban, csak hogy tovább cifrázzam a képet, az egyiptomi televíziós műsorban szintén Magyarország. Na, ja, azt hittem, azt mondta, hogy az egyiptomi, az egyiptomiak. Mondom, hát na, azt akkor már tényleg, akkor hagyjuk abba. Hát akkor ne induljunk el, ha az egyiptomi televízióban az egyiptomiak nyertek. Igen. Az már tényleg vicces. Jó, így akkor érthető a történet tulajdonképpen. Hát, kivéve a francia szemszöget. Eléggé az utolsó pillanatban kerültünk bele ebbe a produkcióba. Ez mindenképpen már évek óta szó volt arról, hogy van ez a műsor, be kéne szállni, de évek óta mindig az volt, hogy valamiért nem szállt be a Magyar Televízió, és aztán tavaly úgy alakult, hogy bármi van, tehát akár beszáll a Magyar Televízió, akár nem, akkor is Budapesten fogják leforgatni pénzügyi okokból. Nem állok egy nagy titkot, ez egy nagy filmstúdióban forgatta le a stáb 8 nap alatt a 13 adást. Elég az utolsó pillanatban kerültünk bele, és hát azért menet közben az látszott, hogy ennek a francia producer cég általi szervezettség azért elmarad egy kissé az EBUS változat, a 90-es években látott változattól. Tehát például én mondtam, hogy miért egy játékvezető van? Annak idején minden csapat hozott magával egy játékvezetőt, meg volt egy főbíró, egy semleges, a belga, a Döni, akit azóta is emlegetnek, hogy mi van Dönivel, és akkor oda lehetett normálisan figyelni. Miért egy bíró van, aki nem tud egyszer adott esetben 6 játékost figyelni, miért nem hoz megint minden csapat egy játékvezetőt? Remélhetőleg idén ez már így lesz. Szóval voltak ilyen problémák, amikor igyekeztünk megküzdeni, és igyekeztünk egy normális televíziós műsort csinálni ebből az egészből, de az, hogy arra őszintén szóval azon nem vagyok meglepődve, hogy az oroszok saját magukat hozták ki, mert ez már menet közben látszott, hogy ez nem, ezt azt mondták, hogy jó, csináljuk így a kis hülye magyaroknak, majd mi úgyis összevágjuk, hogy a franciákat mérik csinálták, miközben a saját producerük kiadott egy ezzel ellentétes nyilatkozatot, erre nem tudok válaszolni, de az én hibám, sose értettem úgyis igazából a francia nép lelket, a sajt és a bor az rendben van, a többit azt sose értettem, de nyilvánvalóan ez az én hibám. Igen, azért ezt egy fura lehet látni, hogy van egyfajta közvetítés, amit mindenki átvesz és forgatnak külön az oroszok, nem? És az ott egy másik valóság. Más a történés, más az eredményhirdetés, más minden. Tehát ők ugyanabban a csarnokban, ugyanabban a filmstúdióban egy másfajta valóságot forgatnak. Azért ez tanulságos. Nem lehet, hogy ilyen nyelvi problémák miatt alakult így ez az orosz álláspont? Tehát azt tudjuk, hogy ők például a megszállást is felszabadításnak fordítják. Igen. A falon ugye nem egy helyről indulnak a játékosok a falon. Így van, tehát az 5 játék által kialakult sorrendnek megfelelő különbséggel. Tehát akinek a legtöbb pontja van, az van legfelül, jól értem? Igen. Na de várjál, mert akkor én most megnéztem ezt a videót. Melyiket? Az albánt, a spanyolt, a svájcit, az egyiptomit, a franciát, vagy melyik? Hát ez egy francia. És ott az oroszok indulnak legelőről. Tehát az azt jelenti, hogy nekik volt ebben a pillanatban a legtöbb pontjuk. Ez most a döntőben? Jó, hát te is kérdezel mindent. Tehát itt rákerestem a cikkek között, és ott kérlek szépen az van, hogy az orosz ember áll legelől, a magyar ember sárgában van, egy nem tudom, ilyen harmadik helyen. Akkor lehet, hogy ez nem az a videó? És nem az év, és nem az a műsor. Aha, 13 adásban volt ilyen mászás, jó, oké. Okay. A döntőben biztos a magyar indult legelőről, aha. Volt olyan nap, amit az oroszok nyertek természetesen, tehát lehet, hogy te egy olyat láttál, azt nem tudom. De az a szabály, hogy az 5 játék után kialakult sorrendben, és a pont különbségnek megfelelő különbséggel, ugye egy ilyen kis grádics, ahova beakasztották azt a söprűnyelet, az egy pontnak felelt meg. Tehát a döntőben a magyar indult előre. Jó, oké. Jó, Gundi, azért ha megállsz egy piros lámpán, és ilyen fura lesötétített gémercik állnak meg melletted, egy balról, egy jobbról, akkor azért, hogy finoman kezdj el gondolkodni, hogy mik lesznek a kifogások, amiket majd mondasz, hogy miért kellett ezt egy adásban elmondani. Kanyarodj arra, merre intenek. Jobban jársz. Az a baj, hogy én 1964-ben születtem, és abban a rendszerben nőttem föl, amit amikor mindent az oroszok mondtak meg, és biztos,
hogy van benne egy kis ellenállás, de azt gondolom, hogy ez most nem ezért meséltem el, hanem azért, mert így történt. Hát persze, döbbenet egyébként, hogy mit csinálnak. Na jól van, oké, tehát a lényeg, hogy mi ezt megnyertük, ez a legfontosabb, aztán, hogy ki mit mond, tényleg a rohadt franciák meg menjenek a fenébe, hogy az oroszok hamisítanak, az elmúlt 100 évben ők csak ezt csinálták. Jó, gyerekek, akkor visszakérdezek. Tehát miért kéne meghamisítani a magyar televízióban a játék határok nélkül eredményét? Most arra gondolsz azon cikkekre és felvetésekre, akik felvetették, hogy az MTVA hamisít? Igen, mert már van egyébként egy ilyen üldözési mánia, meg kezdve kialakulni frontvonalak, amit nagyon sajnálok, hogy... Na jó, de azért akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, az elmúlt egy-két évben azért az MTV rászolgált arra, hogy azért legalább felmerüljön egy-két olyan de dolog. De nem ilyen típusú műsorokban. Nem ilyen típusú műsorokban, de azért adott okot arra, hogy azért, hogy elgondolkozzunk, hogy egyes híradók, egyes tudósítások mennyire valóban a közszolgálják, és mennyire objektívek, vagy éppen nem szól. Magánemberként azt szeretném kérni, hogy amikor az MTV-ról beszélünk, vagy velem beszélgetek az MTV-ról, akkor azokról ezért nem is kérdeztünk másról, persze. Nem. Csak az, hogy mit történik a híradóban, vagy más műsorokban, azzal kapcsolatosan én nem szeretnék semmit. Na de ez csak a válasz volt a te felvetésedre, hogy miért gondolnál azt valaki, ne adj Isten. Valaki azt gondolja, hogy a híradó manipulál, vagy valaki azt gondolja, hogy a játék határok nélkül manipulál, azért az nem ugyanaz. Hát az nagyon nem. Nyilván ez az összemosás, ez nyilván ez a cikkre gondolsz, amit tegnap megjelent. Ezért kéne az újságírásnak az alaptörvényét betartani, még akkor is, hogyha valaki blogger és nem újságíró, hogy megkérdezem a másik felet is, hogy te, hogy volt ez? Csak hát ez nem történik meg felé. Ő se tudta a számodat. Hát igen, ő nem is erről híres, hogy megkérdezze a másik felet. Igen, ő azokat szereti, ahova meghívják. Valószínűleg az MTV még nem hívta meg egyetlen műsorba se. Ha meghívjátok, jó barátotok lesz, higgyetek el. Tehát a TV2 sokszor meghívja, és akkor nekik már nagyon nyal. Hidd el, ha meghívjátok, nektek is fog nyalni. Amíg nem hívjátok meg egy műsorba, vidd el egy játékhatárok nélkül, ültess be valahova, adjál neki popcornt, jót fog írni. Ha nem hívod meg, nem a barátod. Intelligens ember, ő tudja, hogy neked van igazad, csak nem érdekel. Igen, van annyi fájdalma, hogy megértjük, hogy miért ír ilyen. Tudod. Jól van, Gundikám, vigyázz magadra! Ciao, hello Gundinak, köszönjük szépen! Szevasz, Gundi! Hello! Nem kérdeztük meg, hogy mi van Dönivel. Ja. Most valójában tényleg mi van Dönivel? Így van. Mondja meg nekem valaki, mi van Dönivel. És hogy hánytól hányig lehet megnézni az általunk nyert díjat Moszkvában, és hol? Most hagyjátok abba, gázzal fűtünk. Gyerekek, vége van. Hát jön a Putyin, ezt akkor meg föl kell vetni. Azért ezt meg kell veszni. A magyarok nyertek, akkor tessék mindenhol kiírni, hogy mi nyertünk. Nem ám aztán itt kamuzunk, nem? Rohadt francia. De tényleg. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Utaztok szilveszter napján kandaiként kompal, vagy legalábbis kompal szeretnétek menni, álltok a jegypénztárnál, és azt mondják, hogy nincs jegy. Itt kell tölteni egy éjszakát. Feleséged még azt mondja, hogy akkor ezt kapjátok ki. Ez csak egy részlet egyébként. Valaki fölvette. Hallod a hisztit? Kezem. Ha így tetszik. Figyelj! Ez pillanat. Szerintem a videókészítő járkál körbe-körbe a beszálló pult előtt. Itt már toporzékol. Itt mondod neki, hogy kicsim, ne olyan hangosan? Mit mondasz? Mondjuk ezért a hangért nem mennék hozzá fele férjük. Nagy műsornak kell lenni a hálóba, hogy mellette maradj. Nem tudom. Lehet, hogy műsor közben szóval, is jel. Szóval nem tudom, hogy megéri-e a dolog, igen, hogy bármikor elszakad egy ilyen nő mellett, egy óriási műsor a hálószobában, mert szerintem, hát nem tudom, hogy kompenzál-e. Mert valószínű az egyébként, tehát tényleg a néni azért nagy műsor, de... Hát, ha nem kapod el rendesen, véged van, azt tudod, ez a típus. Persze, készen, úgy lesz lerendezik. Tehát ez vagy nagyon elkapod, vagy azonnal véged van, és azonnal és kicsinál. És egy 10-15-ös panelban az elég kellemetlen. Igen. De hogy mit csinál ilyenkor? Először kik csinálják ezt, igen, nők vagy férfiak? Szerintem a nők hamarabb durrannak el, tehát hamarabb mennek bele a hisztibe. Ha férfi hisztizik, akkor az viszont nagyobb botrány. Mert egyrészt nem számít az rá, hogy egy férfi jön ezzel, hogy ő fog hisztizni, másrészt meg az olyan fura látvány, nem? Egy hapsitola, hogy ilyen fejhangon visít, toporzékol.
Most persze nem csak azt kell, hogy a pasik visítanak toporzékolnak, hanem a belekötnek az előttük állóba, morognak, jelenetet rendeznek. Hát ha így visít toporzékol, az kellemetlen, ha ezt egy férfi csinálja. Tehát ahogy én azért ritkábban van. De vannak pasik is, akik beleállnak ebbe a konfliktusba, és úgy rendeznek jelenetet, hogy elkezdenek hőzöngedni, verekedni akarnak, miközben ott áll a gyerek, meg az anyuka. Én nem egy ilyet láttam. Hát kellemetlenül viselkedik, amikor van egy adott szituáció. Az nem a konkrét iszti. Ugye? Tehát, hogy az nem biztos, hogy konkrétan hisztinek lehet mondani. Ez mindenhol kellemetlen, nem? Nagy színház, étterem, az étterem is egy ilyen. Minél többen van a cikibba, az egész. Igen. Te az ott nem a Balázs. Tudod, azzal a nővel, aki ott toporzékol, és sikít, és üvölt, és most képzeld a szituációt, hogy hál' Istennek az Viki, nem ilyen. Én nem tudom, hogy az túlélném-e. Nem tudom. Viki se szokott. Viki határozott, de nem. Így hisztizni toporzékolni nem szokott. Oda megy is üt egybe. Viki őrjöng, és az nagyon kiegyensúlyozott. Tehát, ő hoz egy szintet, az nagyon jó. De nem lép át egy másik tartományba, ahol már repedett üveg, ő egy szintet hoz, de azt... Mert hát ő amúgy is azt szereti inkább, a visszafogott könyörtelenséget. Igen. Ő a csendes gyilkos. Tehát ő úgy mész ára, hogy mond három mondatot, és te már több sebből vérzel. Fekszel a kövön, és még bevisz egy mondatot, tudod is. Így van. És már nincs esélyed, mert már a torkod is. De te akkor már kint a kocsiban vársz, nem? Az utolsó mondatnál. Én hagyd, engedd, ne. Tudod, nem ér annyit. Volt már a földön rugdosod, már halott. Nem ér annyit. Volt egyszer, repültünk haza valahonnan, és ült előttünk egy srác. És... a Benni kicsit nyugos volt, álmos volt, fáradt volt, nem volt könnyű vele repülni egyébként. És én előre néztem a két ülés között, és láttam, hogy a srác SMS-ezik. És beleolvastam az SMS-ében. És olyan dolgokat olvastam, amit olyan két óráig nem mondtam el a Vikinek. Mert tudtam, hogy itt ő mögöttünk. Tudtam, hogyha elmondom, akkor vége van. Leszárunk a repülőről. Elmondom nekem, mikor várjuk a csomagokat, hogy egyébként volt egy srác, aki... Elkapta? Odállt mellé. Fölvette a telefonját, mint egy barátjával beszélgetne, és telefonon keresztül mondta el, hogy milyen volt az előttünk ülő. A srác már menekült, láttam zöld határ, piros, mindenhol próbált. Ment utána. Végig ment utána, kinyert, hogy kicsinálta. Nem, én elolvasom az SMS-ét, és rájöttem, hogy nem ír szépet, de leginkább a gyerekről nem ír szépet. És akkor én finoman elkezdtem ezt, hogy Bennikém egy kicsit halkabban, mert a bácsi nem biztos, hogy tolerálja, hogy te ilyen vagy, meg nem mindenki szereti a gyerekeket, meg értsük meg, hogy vannak gyerekek és embergyűlölő emberek. Tehát én de ilyen finoman, de nem mondtam el a Vikinek, mert tudtam, hogy az két órás szörnyűség jönne erre az emberre. A leszállásnál ezt elmondtam, hát utána még ő anyatigrisként vetette, egészen a Ferihegy 2-t, gyorsforgalmi úti intézte. Jó, de az ízekedvér, már úgy voltál vele, hogy azért csak megnézed, hogy mi lesz belőle. Hát unatkozott, fáradt, kicsit dobjuk meg a bulit. A repülőst túlzárt. Ott túl, az bezárt nagyon. Az sok kockázat, de a végén, ezért kíváncsi vagyok, mit hoz ki belőle. Igen, csak olyan mondom, na. Kapd el. Nálatok inkább ki a hangadó? Tehát nálad béka olyan, hogy tud jelenetet rendezni úgy, hogy már te csítítod, és mondod neki, hogy ez már ülj vissza, határozott. Nem kéne. Az én ne csinálj, igen. Nem ér annyit. Az én gazdám nagyon határozott, amit szoktam volt mondani. Az én gazdám. Ezzel mindent el is árultam, de ő nem alkalmaz ilyeneket. Ő hasonló egyébként, mint Viktória, tehát ott is komolyan odaállás van. Kino verbális gyilkolás, mi? Persze. Ilyet nem szokott csinálni ilyen hisztit, csak otthon. Bocs. Amikor nem jó táskával állítasz haza. Igen, rossz a táska. Ezt megúsztam, de régen volt olyan csajom, aki hasonlókat tudott csinálni, és egyetlen egy menekülési útvonalad van ott hagyni, bármilyen ciki, bármilyen helyzetben. Volt, hogy én étteremben hagytam ott. És mondtam a srácoknak, a pincéreknek, hogy majd visszajövök kifizetni a számlát. Mondtad, hogy én most inkább mennék? Igen, én mondtam, hogy én ne haragudjatok, ez az egyetlen kezelési mód, ha ti tudtok jobbat, csináljátok, én itt hagyom, és majd egy óra múlva visszajövök kifizetni a számlát. De mit csinál? Nem tudsz mit csinálni, mert tényleg az van, ha azt mondod, figyelj, kicsim, itt ülnek még 50-en. Ne csináld, kérlek, ne csináld. Nem annyit az ne, igen. Ezt mintha így az étolajos flakont így megfúd, és az égőt ugye... Ne csitíts! Mert én megmondhatom, amit akarok. Ilyen beszari vagy! Jó, mondjad, szia, majd jövök. Igen, mikor ilyen feleséged lenne, még meg is rángatod, nem? Tehát, hogy ez... Ez nagyon sok. Hát ez már tényleg halálosak kellemetlen. De nálad Moni is be tud indulni, nem? Nem, nálunk tehát az nálatok van. Inkább úgy vannak az erőviszonyok, hogy ő tetszítsíti ott, és ha kell, akkor ő lép nagyot, nem? De ne, az a baj, hogy ő ijesztő.
Tehát, hogy ő nekem van egy olyan tulajdonsága, de én ezt nagyon tisztelem benne, meg valahol szeretem is egyébként, mert bennem nincsen meg ez a fajta ilyen fellépés, mint ami benne megvan. Tehát, hogyha ő érzi, hogy valami lekezelés van, vagy arrébsöprés, vagy valami méltatlanság, akkor így látom rajta, hogy így fogja a pultnak a szélét, amiből 10 másodperc már víz fakad, tudod, elfér ennek így az új bütyke, és akkor ez a titánium ötvezető válik az arca, és mert van valami probléma. És te ilyenkor titos, vagy mi van? Tehát ilyenkor te menekülsz, ott hagyod. De az a baj, hogy ilyenkor nem tudod, tehát hogy ráfogok a mondjuk az alkarjára, megfogom a csuklóját, és így nem tudom elmozdítani. Tehát, hogy tudod, egy ilyen izémé válik, egy ilyen, hogy hívják el, egy márvány szoborra. Igen, már magnéziumot teszel a szájába egy kis izomlazítónak. És félek tőle, tudod, hogy útjára indítja a rettenetes balt, vagy a rettenetes jobbot. Hogyha nem állsz ki, akkor te is puha vagy? Tehát van az a pont, amikor már... Feléd fordul, és azt mondja, hogy... Nem. Tehát nincs az ellened fordulás, amikor már nem vagy elég. Ő nem közveszélyes ebből a szempontból, de hogy az a baj, hogy neki volt az életének egy pontosan egy ilyen szakasz, amikor egy ilyen, tehát hogy bármikor, bárkivel, és így leállt így brusztolni, tudod, szórakozó helyeken, tehát azért férfiakkal verekedni, én azt gondolom, hogy nem elegáns. hogy nem olyan nőies dolog, de hogy... Mindenki rohant férfiak. Hát ő nagyon rakedról arc volt annak idején. Az menő. Főleg, hogyha nagyon sokat jártak szórakozni a húgával együtt, és hogyha mondjuk a húgát valamilyen atrocitás érte, akkor simán bárkit hátborgó. Tényleg? Persze, ő nagyon kemény. Azért nagyon az erős. Hát látni ugye, a csajodat, férfiakat verni, az kemény. Meg ugye azért egykori dobóatlétaként, diszkoszvető volt, hát azért van egy húzás a karjának. És még mindig. Azért tudod, hogy... Van úgy, hogy mentek valahova, és csak így rondán néznek rá, és csak az Móni. Igen. Csináld ki. Móni. De most már fegyelmezi magát, tehát hogy ő is érzi, hogy nem teheti meg, tehát hogy azért volt az időszak, azt már lezárta, hála jó Isten! Egy picit azért azt gondolom, hogy nekem is volt benne szerepem. Most tehát, már csak verbális nyíltam, és tehát de látom rajta, tudod, amikor ilyen, hogy hívják el, válik, ilyen acélossá válik a tekintet, tudod. És elborul az agy, és egyébként tényleg nem tudsz. Tényleg és akkor, nem tudsz, ha csinálni. Ki tudnék nézni a fejből, akkor valószínűleg azt látnám, hogy itt futnak le ilyen adatok itt baloldalt, balra, jobbra, tudod, hogy fókuszálnak a különböző a célpontokra a kis karikák, és akkor ki a veszélyesek, ki a nem, kit kell elsőnek, ki kell. Igen. Igen. Megvan. Igen. Mindenki feje fölött egy kis keresztjel, tudod, és megjelölve, igen. Fiúk, igen. Ma karapén alzatok ilyen. Potenciális veszélyforrások száma. Csak őszinték vagyunk. Igen, őszinték, hogy mi általában a nők ilyenek, tehát azért bennük van sokszor inkább a nagyobb lendület, ha akcióról vagy hisztiről van szó. De valljuk őszintén, ez tök imponáló. Tehát, hogy én nekem legalábbis ez nagyon bejön. Tehát én mindig szerettem az ilyen kemény, belevaló, tényleg egy magukért, meg a szeretteikért kiálló, kőkemény csajokat. A hátba rúgott férfiak esete nekem azt tetszik kifejezetten, de az nagyon jó, hogy ilyen sókosuk is rúgással, egy függőleg, és vízszintesben repül a Móni a diszkóba, hogy hátba rúgjon egy férfi. Nem voltak azok olyan kifinomultak. Azért az nagyon kemény. Inkább hatékonyak voltak, mint kifinomultak. Azért az nagyon kemény. Az én csajom alaphangon ilyen, így beszél, amikor kedveskedik, ezt Laci küldte nekünk. Az én volt barátnőm úgy hangoskodott, kiabált, meg csak egy olyan témája volt, mint a VÁB utastájékoztató rendszert el is hagyta. Jobb is témából. Jézus, értem ezt. Csak amíg ez kibogozza Lacihoz egy kérdés, aki azt írta, hogy az ő csaja alaphangon ilyen, így beszél, mikor kedveskedik, hogy de mit tud még? Ugye? Ami miatt. Igen. De nem bántóan kérdezem a dolgot, csak ezt hallgatni, amikor vele vagy. Igen. Volt egy párom, rendszeresen hazaküldte a barátainkat, ha vesztett pókerben. Most menjetek innen! Takarodjatok, igen. Kislányom hisztizett egy áruházban, az eladónő próbálta csitítani, picit más, most nyilván nem a gyerekekről beszélünk. Ne sírjál, hát olyan csúnya vagy. Majd amikor leesett neki, mit mondott, így folytatta. Már amikor sírsz, mert egyébként gyönyörű vagy. írt egy hallgató. Igen. Én hiszizek, egyébként nagyon utálom, amikor teljesen elborul az agyam, nem tudok gondolkodni, utána szégyellem magam. Ezt Ivett küldte nekünk. Hát igen, az én feleségem nem hisztis, csak igen nagy igazságérzete mellé nyers stílus párosult. Így nemes egyszerűséggel, ha nem tetszik neki valami, mindenkit elküld a... Aha. És mielőtt reagálni tudnának rá, ott hagyja őket. Persze én ezt ilyenkor már tisztes távolból nézem. Ha látom, hogy a ballábával kitámaszt, akkor én a tornádó. Azt látom, már van az előjeleit, ott fölállsz, eljössz. És ott fölállsz, eljössz. Ez a legjobb, amikor ismered tényleg a feleségedet, vagy kedvesedet, szerelmedet, és akkor így te már tudod, hogy, és így legszívesen mondanád neki, hogy ne, nem tudják, mit kockáztatnak. Ne.
Igen. Hisztidűk, egy emlékkoncerten voltunk a párommal, aránylag elsősorban megjelentek a tini lányok hatalmas bohóc kalapban, semmit sem lehetett látni tőlük. Párom lekapta az egyikről a kalapot, ledobta a földre, és toporzékolt rajta egy kicsit. Hát, nagyon jó, férfi. Deni írta, valószínűleg pasi az, aki csinálték. Aha. Üvöltve közölte velük, hogy nem illik ilyet csinálni, mert más nem lát tőlük. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Színházban a kajáért hisztiző, majd duzzogva lelépő férfi párom botrány volt. A nők többször, de férfiak intenzívebben nyomják, írja Zsófi. Hogy álltok a színházban, a szünetben, és ott van egy kis büfé, és nem jut sorra? Aha. És elkezd hisztizni, és elvonul? Kellemetlen. Rövid volt a szünet. Az exemmel én csak a Dunaparton mertem szakítani az emberektől távol, mert olyan durván tudott hisztizni. Az ilyen meg akarsz beszélni egy családi problémát, akkor el kell vinned valahol. Valami elég, csak, de, hogy nyugi van. De miért jöttél ki megnyitni a Gémes kútól? Ortobán! Azért az is milyen kemény lehet. Az énekszem gyenge 2 milliós kárt csinált a lakásban hiszti közben. Na olyan nekem még nem volt. Azért ez a török zúzok az nincs meg. Nem volt tányérosod? Nem. Tányérosom ilyen nem. Ilyen még nekem sem. 2 millió érték a házban. Hát jó, nem is 2 millió. Nálatok az fel kéne gyújtani a házat. Az egész utcát kell felperzselni. Nem, nálad volt törőzúzós? Szintén régi kapcsolat. Tényleg? Együttélős kapcsolat. Abban és azért úgy van tűz? Abban van. Volt is, egyéb helyeken is, tehát hogy nem volt azzal semmi baj, csak az volt a vita lezárója, amikor már ezen túlestünk, ezen a fajta, ennyire nem sikítozott, de nagyon, és az volt a végső érv. Konyhaszekrény, kicsap, volt, hogy ajtó leszakadt, kivesz, de nem egyet, az amatőr. És abból tudtad, hogy mekkora a baj, hogy amikor 5-öt kivet, 5 tányért, hogy az egészet egybe, vagy egyesével. És elkezdte egyesével. Atya, hogyha több adó volt a kezében, ha több adó volt, mi sem bírtuk sokáig. Elfogyott az étkészlet. Igen, már mográsból ettetek. Rohadtul utált a dobozból lenni. Hogyha több adó volt a kezében, akkor egy adó, egy tányér, egy adó, egy tányér, egy adó, egy tányér. Ha csak egy nagy adó, akkor az egészet egyszerre. És utána elnézést kért és összetakarított, vagy te mentél? Nem, akkor duzzogás volt, de én nem takarítottam fel, hát nem én törtem el. Tehát összetakarította utána. Az nagyon kemény. Az én párom építész, egy érthetetlen ügyfél addig húzta az agyát, amíg hozzávágta a monitort. A mobiát 3 havonta cseréli, mert hetente földhöz vágja mérgében, üdv Zoli, ami azt jelenti, hogy a csaj vágta hozzá az ügyfeléhez a monitort. Azért az is nagyon kemény. Na volt pasi, ma vásárolni voltunk, és nem ment rá az emmes nadrág, mondom, hozok egyel nagyobbat, erre felborította a kis ülőkét a próbafülkében, és csapkodta a függönyt, és üvöltözte, hogy az nem lehet, hogy mi egy méretet hordunk. Ott hagytam 10 perc, SMS, gyere vissza, és tegyünk úgy, mintha neked vennénk. Kaptuk SMS-ben. A Tesco-ban vásárolt, amikor apám egyszer csak ott termett, kitépte fülemből a fülhallgatót, és üvöltött, hogy miért kell rádiót hallgatni, hogy gondolom. Így nem hallom, hogy ő megszólít. Megjegyzem, 38 éves vagyok. Ezt Ildi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Most már értem, miért csak sütizik a Jani. Ez mire vonatkozik? Vagy micsoda, hogy miért csak sütizik, ezt nem tudom, hogy ez mire vonatkozik. Igen. Jó, mondjuk náluk azért a családban volt egy-kettő ilyen, de nem... Hozott már, anyagból nem, dolgozik? Persze, nem, igen? Akarom, nem akarom, hogy hívják, nem akarom, hogy kibeszélni a nővéremet, de azért volt már olyan az ő életében is, hogy megindult a kezéből egy családtag felé egy ilyen fél kilós, hogy hívják, patikai krémes tégely. Ismeritek ezt az üvegtégelyt? Nem só volt benne, akkor sót tartottunk benne, és maga az üvegtégely is körülbelül egy ilyen fél kilós darab lehetett. Tehát is egy ilyen kis családi váltás keretein belül egy. Repült a körömvirág? Igen, és arcán landolt. Az arcán? Aha, nem az ő, nem, ő igen, küldte de már el. Jól van. Ő küldte el a nővére. Pasira? Aha, és hát és kezelte is vele a problémát. Azért ott van tűz. Ott van tűz. Én fölkapni egy ilyen fél kilós háztartási krémet és hozzávágni valaki, ez ott van tűz. Tisztelem, becsülöm, imádom, szolgálom őket. Ilyenkor te hátrad, ezt megnézed rá, a műsort. Így, figyel, hát ezekben a nőkben van valami. Nem, azért hogy lehet úgy szeretni. Ők azért én nem picit komolyra fordítva a szót, ők azért tényleg nem áldozattípusok. Az ilyen típusú nők azért nem hagyják azt, hogy bármilyen kapcsolaton belül is alárendelt szerepet játszanak, vagy hogy az ő gyengeségükkel visszaéljenek. És azért sajnos van sok negatív példa is arra, hogy nagyon sokan visszaélnek a nőknek a sebezhetősége. Na most azok a típusok, akikről mi beszélünk, és hál' Istennek mondjuk a párjaik is ének, ők nem. Ők Brünnhildák. Az én párom szilveszterkor kiment és lelocsolta vízzel a tűzijátékot, aztán toporzékolt rajta. Nem tudtak aludni a gyerekek, igen. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Igen.
Barátnőm is tizet, hogy kérje meg a kezét, most azért, hogy vegyem el. Ha ilyen lesz a házasság, nem kell. Pisti, nagyon gondold meg. Igen, na, ezt nagyon. Igen. Ha már ezt ízket kikényszeríteni hisztivel az eljegyzést. Még van akkor lehetőség. Igen, még van lehetőség. Na jól van, jönnek nem sokára a nap legjobb pillanatai, gyerekek, én elmegyek. Na, mi van? Na. Hova? Megyek a dokithoz. Ja, megcsináltatod mégis? Így van. Meg, igen. Tudod, amiről beszéltünk, hogy bajban vele. Meg, muszáj menni. Muszáj megcsináltatni, úgyhogy jövök holnap. Jó, elmegyek egy kicsit, kikezeltetem magam. Aztán csak óvatosan, ügyesen. És ne kérje meg senkit, hogy feküdjön föl, és mutassa meg, hogy hogy fog át. Ne, ne, nem bántanak. Férfi dokihoz mész, jó? Tehát... Hogy hívja, mi a neve? Te tudod? Hát fölírtad. Na, ja, mindegy, nem, mindegy. Bevallod, megtalálom. Dr. Turkász. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Ez itt a Morning Show a Klasszon, és azt látjuk, gyerekek, hogy Merkel tiszteletére havazni kezdett. Ennyi. Igen, de szép. Úgyhogy megmutatja ez a főváros, hogy milyen szép tud lenni. Egyébként is szép, de ha itt behavazódik minden, mire jön nagyságos asszony, addigra itt a sztárné. Így vagytok. Nagyságosasszony, mire megérkezik. Addigra, gyerekek, itt gyönyörű hófehér lesz a hó, mint egy egyébként jótékony hatással fedi be a város azon részét, amik talán nem annyira szépek. Mi van ma a magyar költészet napja? Már másodszorra tolsz ilyet. Hát hogy is mondhatnám? Hát persze, hogy ilyen szépen fogalmazok. Hát ha belénk hallgat, érted? Hát ha ül a rádióba is. És egy kicsit meghallgat, de és fordítják lesz neki, hát nem beszélhetünk csúnyán, hát szépen kell beszélni. Hát. Írj egy verset holnapra, legyen az a címe, ide jön a Frau Merkel. ide jön a nagyságos asszony. De tényleg havazik, szép, nem? Te mondtad, most én is kinéztem, és szépen hult a hó. Hát ez szép. Azért jó, hogy lezárják a várost, mert akkor nem lesz letaposva. Tehát, hogy ő szépen fogja látni még a havas utat. Szép. Na? Ma nem is nagyon megyek, merészkedek be egyébként, eldöntöttem. Nem, csak ki, adás után csak kifelé gyerekek a városban. Mindenhol lezárások, parkolás, megvonás, tiltás, elvontatás. Szóval, hogy ma szörnyűséges állapotok vannak, úgyhogy ma nem merészkedem be. A TEG biztosítja? Biztos vagyok, igen, benne. Most azon gondolkodtam egyébként, hogy ugye innen jönnek a Hungáriáról a tekesek, hogy amikor mennek kifelé ők is Ferihegyre, akkor elmennek a Nagykörös irányába, és akkor onnan csapatnak majd vissza balra, vagy pedig megfordulnak itt nem annyira szabályosan. Ők na, mikor? Nekik lehet. Bárhol, nekik lehet. Ők bárhol, bármikor. Ők bárhol. Előre megy egy motoros rendőr, odaáll, és már megy is. Én tudod, mire lennék inkább kíváncsi, hogy amikor lemegy a fogadás, meg a fotósok, meg mondjuk a miniszterelnök elő ketten maradnak, akkor csinál egy olyat a Merkel, hogy végre látja, hogy becsukódik az ajtó. Na, végre levettem a magas sarkomat, annyira nyomot. Ledobja a két cipőjét, érted? És kicsit átfaszírozza a lábát. Tehát ők is emberek, nyilván, vagy az egész egy ilyen nagyon viselkedős, nagyon protokoláris, nagyon megfontolt, minden mozdulat nagyon kitalál, vagy amikor ők négy szem közt maradnak, bármely politikussal, akkor van egy ilyen, na, kicsit lazít a nyakkendőjét, hát ledobja a zakóját, leveszi a cipőjét, földhöz vágja a magas sarkuját, iszik egy pohár, és azt mondja, na mondja, Gyurcs, akkor beszélgessünk. Na végre, rakjatok már be egy kis szodomot. Zúzunk egyet. De tényleg, hogy van-e ilyen? Vagy végig feszengik két olyan, három olyan ember, akik ugye nem nagyon ismerik egymást, és akkor az amerikai, nem tudom én milyen miniszter, a német kancellárral, és az egész nagyon protokoláris, vagy lelazulnak-e annyira, hogyha az egyiket szorítja a cipő, akkor tényleg azt mondja, gyerekek, hadd dobja már le, zavar benneteket, de hogy zavar, dob le nyugodtan. És valójában ledobja. Nem? Ezek az izgalmas pontok. Szerintem nincs olyan perc, amikor ők egyedül maradnak. Tehát egy ilyen rövid látogatás, ami egy napos, ugye jön, megy, hát az meg annyira beosztott, hogy... Minimum hárman, mert egy fordítónak az ötkelemény. Igen, meg ott többen ott vannak, tehát Tolmács, ez az igen, de amikor mondjuk ketten maradnak, tehát amikor két amerikai, vagy egy angol és egy amerikai, vagy amikor az Obama meg a Cameron együtt marad, ott nem kell Tolmácsot, nincs semmi, tehát tényleg bezárják az ajtókat, és mondjuk tárgyalnak. Van egy olyan rész, amikor fél óráig ketten maradnak, és azt mondjuk, figyelj, az ajtó, és akkor... Végre. Mikor napi rendi pontok? Hagyjad, láttad a Super Bowl? Hallod? Te, figyelj, hallod. Katy Perry, megcsinál. Hall. Hogy mi a viszony, nem? Hogy mennyire tényleg távolságtartó, vagy valójában van egy ilyen kis ide-oda szólogatok, megbeszélem, hogy mit reggeliztem, miért úgy csináljátok a békön, miért nem tudok ebben az országban egy normális feketét inni, de tényleg, hogy ti milyen ország vagytok, nem? Amikor az egész kicsit őszintévé válik, mert ha nézed, az egész egy nagy viselkedés, nem egy ilyen protokollális kézfogás, közös mosolygás, stb. Tárgyalás, de tolmácsok. De most itt el tudod kézni, hogy becsukodik az ajtót, és akkor azt mondja, hát Angela Merkel, hogy Orbán úr, a legfontosabb, mi az a Túra Rudi? Szeretném megkóstolni a Túra Rudit.
Nem tudom, én ez, erre lennék inkább kíváncsi. De 9 óra után foglalkozunk majd ezzel, mert hogy felhívunk egy biztonságpolitikai szakértőt, és elmondja nekünk, hogy egyáltalán tényleg miért kell ennyire túlbiztosítani ilyenkor a fővárost, milyen intézkedések vannak, hogy kommunikálnak egymással azok fekete autók, amelyik valamelyikében ugye ott ül a Merkel, mi történik, ha támadás éri esetleg a konvojt, igaz-e, hogy ilyenkor a vércsoportját előre bekészítik egy kórházba. Mi történik, ha piros lesz a szemafor a gyömrőin, lefele a határok irányába. Akkor igazából semmi. Szóval sok mindent megkérdezünk, amit az ember nem biztos, hogy tud egy-egy ilyen látogatás alkalmával. Minden fekete autó kommunikál, mert akkor én is beszállok. Hát de már nem hiszem ez, hogy az órába belebeszél valaki, és akkor válaszol. De már nem hiszem, hogy így. De hát egymás között az autó kell, hogy kommunikáljanak. Igen. Persze. Hogy nem? Mi van, hogyha vészhelyzet van, vagy váratlan szituáció, mitől a tekesség meglátnak egy Q8-ast. Ugye a Q7-esből is. Szálljanak ki az autóval, állami lefoglaljuk. Mit csinálnak az arra rengeteg virággal, amit kapnak? Átnézik-e a virágot? Van-e vízkostolója? Van-e ételkostolója? Milyen biztonsági intézkedések vannak, amit mi nem tudunk? Viszi? Hát ez az, egy csomó kérdés van egyébként. És mindig ilyen utakon kap egy csomó mindenféle dolgot. Azok ott állnak mindent a nappaliban. Tényleg, megnyitják az zuhanyt, lehúzzák a WC-t, tehát bárhol lehet volna. Mi van, ha Merkel kitalál valamit? Még meglát valakit a tömegben, egy kislányt, és oda akar menni elvenni a virágot. A vattacukrát nem. A vattacukrát, igen. Vagy szólnak neki, vagy kidönt az ő vezető biztonság embere dönt arról, vagy a Merkel felülbírálhatja, és kiszállhat-e egy giroszos. Szerintem nem mondhatja. Nyilván el volt példák, az mondott, de mondom, de Merkel megéhezik, és megcsapja egy jó magyar kolbász illata kifelé gyorsforgalom, és azt mondja, hogy álljunk itt meg egy pillanatra, beverek egy kolbászt. Beverhet a Merkel egy kolbászt, ő a főnök, ha akarna, nyilván nem akar, mert tudja, hogy nagyon jó kaját kap mondjuk a first classon, ha repül vissza. Vagy a biztonsági ember a főnök, és azt mondja, hogy hát sajnos nem állhatunk itt meg, bármit szeretne ön. Van, aki felülbírálja? Felülbírálja. Frau Merkel. Tehát van, aki felülbírálja, vagy ő úgy gondolja, és megy a körúton, ő bemehet, lehet, és vehet magának valamit. Vagy csak saját felelősségre, hogy felteszi a szakértő kezét, és azt mondja, hogy tessék, itt okay, megvárjuk. Okay, én szóltam. De hogy gondolod, hogy letekeri az autónak az ablakát, és akkor megcsapja valamilyen illat? Aha. És akkor... Mi ez az? Mi ez a szak? Bocsánat, csatornázom. Nem, az a másik. Nem, hát arra gondolok, hogy lát egy jó leárazást a H&M-ből. Tényleg, és ismerős neki. Igen. Aranyos volt, csak veszek magamra. És beugrik. Tehát, hogy szerintem egy olyan zárt világ egyébként, amiről semmire nem tud az ember, és valamit elhitetnek velünk laikusokkal, akik látják, de hogy a zárt világ mögött valójában mi zajlik, azt viszont kevesen tudják. És saját géppel jön például. Saját géppel jön. Neki? Saját géppel jön. Igen. Menő. Hát azért a német kancellárnak azért nem. Hát most mi van járat? Érted, ha napi több járat van, első osztályon vesz egy jegyet, az ilyen. Vannak, akik úgy utaznak, de ő saját. Saját géppel azért az... Az ritkán utaznak azért ilyen hivatalos látogatás a politikusok menetrend szerint járattal, tehát ezért így nem tudom... Vizerúton járat leszállt, azért ritkán történik. A fémkeretbe behelyezni azt a kézipontját. Plusz 100 euró. 150 milliliter laptop, esetleg vegyük ki a táskából, papucsát vegye le. Szóval azért ez így ritkán történik, hivatalos. Hát visszafelé is kellemetlen lehet. Hát kérem szépen, mi van ebben a szép bársonyos dobozban? Hát egy kart, kaptam egy Szabja ajándék, ha magyar miniszterelnök tan. Aha, ez nem fér bele, akárhogy is nézzük, sajnos. Na nézzük csak, mert élesebben. Bocsánat. Lacika, csak tartsad a papírt. Megborotválják a Merkelt, levágják szegények a haját, tudod, a ruhájába belevágnak, tehát ritkán jönnek. De van, amikor így menetrend szerinti járaton érkeznek. Biztos, hogy van ilyen izé, ilyen number nine. Vagy valami, tehát egy ilyen... Gondolom. Például készülsz a partnerednek amit magánéletéből? Tehát megkérdezi, hogy miniszterelnök úr, hogy vannak a gyerekek? Azt szerintem biztos. Hát attól függ nyilván milyen a viszony, de szerintem igen, nem? Hát azért ezt ők itt tudják egymásról, hogy kinek hány gyerek, férj, feleség. Tehát szerintem azért van egy ilyen felvezetése a beszélgetésnek, gondolom nem azonnal rátérnek, nem? A kis Johán, a kis Brünilda. Hát nyilván találkoztuk, jó napot kívánok. Biztos. Első pontunk ma a mai megbeszélés. És akkor megmutatják egymásnak, így mind a ketten így benyúlnak a étel, vagy farzsebünkbe, vagy a blúzunknak a zsebébe, és akkor kiveszik a kis fotókat, és akkor néha ennyit nőtt tavaly óta a kis...
Na ezt nem gondolnám, azért ezt nem gondolnám, de nyilván a politikus is ember, hát van aki valakivel egy kicsit jobban van, és szorosabb a viszony, és van akivel még nagyon hivatalos, protokolláris az egész, lezajlik egy fél óra alatt, megbeszélik, mennek. Tehát ők is azért nyilván szubjektív alapon van, akit kedvelnek, van akivel jobban vannak, van akivel kevésbé vannak jobban, nem. Tehát hogy ugyanúgy lehet, hogy valaki, mit tudom én, az Obama, meg tényleg a nem tudom, a Cameron, mit tudom én, fél órán keresztül megvitatja a Super Bowl eredményeket, mert mondjuk valójában kedvelik egymást, nem? És ez akkor kicsit leelpriviznek. Meg egyre jobban összeáll a fejemben ez az egész, hogy mennyire ilyen jó kis találkozót lehetne összehozni belőle, hogyha nem lennének tényleg ezek a protokolláris részek, nem? Tehát, hogy ja, mi vezérünk is elővenni a fényképeket, és nézzen Sára esküvőjéről, nem is mutattam még. De simán lehet, hogy megtörténik. Tehát, hogy ezt pont ezt mondom, hogy ezért lennék kíváncsi arra, hogy mi történik, vagy mit tudom én, a Merkel valahol megszomjazik, akkor neki megisszák előre a vizét. Tehát hát van, nem, aki mert akkor ő már nem bírja meginni. Hát nem, mert akkor az üres üveg cikk. Igen, és bohó vagyok. És marad benne túl sok, bocsánat. A Angela Merkel mondja, hogy nézze az üres üveget. Na meg ha ilyen hosszan ható, vagy későben ható méreg van benne, akkor most tényleg, akkor várnak, tudod, és nézik az órájukat. Valójában ez is a felhajtás, hogy valójában bántani akar őket valaki, mert szerintem ez nem itt dől el, nem? Tehát most az Obama körül is óriási felhajtás, meg nem tudom, de hát utoljára tényleg ki volt az amerikai elnök? Nyilván minden évben elmondja az amerikai titkosszolgálat, hogy 26 elnök elleni merényletet hiúsítottak meg, persze, nyilván minden nap lekapcsolnak valakit. Igen, ez egyik a kis alattenyésztők országos szövetségének az elnöke volt. Ki volt az utolsó? Talán a régen, nem? Aki ellen valójában merényletet próbáltak meg elkövetni. Hát azért az erősen a 80-as évek. Azóta volt, most én nem emlékszem, nyilván nem biztos, hogy volt. A meghiúsítottak voltak, azt tudom, hogy csomó meghiúsított viszont volt. De ami annyira odáig elment volna, mint például régen esetében, az nem. Igen. Régen is, ugye, igen, olyan 80-as évek elején történt, ugye? Mikor őt konkrétan majdnem leülték, az kemény volt, ott az egyik testőr beugrott elé. Igen, és hát gyakorlatilag... Ott lerángatták a földre, van, ugye? Ő fogta fel gyakorlatilag a testével. De azt hiszem, hogy őt találat is érte. Régent eltalálta egy golyó. Igen. Egy fia Bush meg nem tudták eltalálni, mert teljesen kiszámíthatatlan volt. Tehát, hogy ő soha nem lehetett tudni, hogy következő pillanatban mit csinál. Most ott kéne már lehet, cica! És akkor megindult valamilyen irányba, és... Luffy! Igen, ő nem volt túl okos. A Budapács! Együtt járnak a vonalat, sárga bogarak, nézzek, hogy csinálnak. Lehajolt, és úgy került el a lövés, hogy lehajolt a Bodo bácsi. Dupla bukár. Igen, és ahogy mögötte már volt egy halott, de ő észre se vette. Észre se vette, azonnal. Jaj, a fűzőbe lesek. Igen. A legtanulságosabb kép tényleg a buszról, amikor bejelentették 2001. szeptember 11-én, hogy belerepültek a tornyokba, ugye az utasszállítók is. Ő valami óvodában mondott valami mesét a gyerekeknek. És ugye, ilyen arccal bejött a titkosszolgálati vezető, és belesúgta a fülébe, hogy hát megtámadták, lépni kéne. Tudod, Bushi ránézett, szerintem nem nagyon bánta, hogy hol, és még negyed óráig mesét olvasott utána. Tehát hogy a reakcióidő azért az, hogy ha csak nem tudott róla, nyilván. De egy érdekes volt, utána még a 10 percen keresztül vidában mesélt a gyerekeknek, igen. Tudod. Igen, köszönöm. És akkor Babszem Jankó. Mondjuk én őt nagyon nem kedveltem. Sok szempontból nem volt szerethető. Sok tekintetben egy 4 pont van. Na jó, szóval megpróbálunk ezeknek a kérdéseknek utána járni, hogy mi történik ebben a számunkra meglehetősen zárt világban. Mi történik, ha jön Putyin, ha jön Merkel? Na, még egy picit van, beszélek. Mi van, már rohansz, vagy menned kell? 10 óra. Orvoshoz kell menned. Például az is érdekes, hogy most laikus a kérdés, nyilván teljesen laikus, kicsit túl laikus is, de hogy például a meghívás hogy zajlik? Ki hív meg kit ilyenkor? Hát miért? Hogy van, Merkel meghívatja magát ide? Hogy nem, jönnék csak hozzátok? Ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy valaki valahova bejelentkezik. Nyilván nem a két politikus beszéli meg egymással, tehát nyilván vannak sokat képviseletek. Sokat hallottam a Bajai Halászléről Orbán úr. És kacsint egyet. De értem. Gyufatisztával. De nem arra gondolok, hogy az egyik vezető fölveszi a másik vezető, felhívja a telefon, és azt mondja, gyere már át Józsi májusba. Jövök Józsi májusba, és átjövök hozzád. Csak hát, hogy a nagykövetségeken keresztül... Mi ez a kép Józsi? Várjál, mondok olyan neveket, hogy ne tudd be azon. Ja, jó. Tehát Orbán Józsi. Nem, Józsi hívja. Na, hogy keveredik bele ebbe a sztori, mert nem is tudtam, hogy ekkora kutya. Pont rá gondoltam, a 100 fok Celsiusból, Orbán Józsi. Ha ő lenne a miniszter.
Tehát, hogy a nagykövetségeken keresztül intézik ezeket, de valójában hogy néz ki egy ilyen meghívás? Vagy például, ha az egyik nem akarja meghívni a másik felet, van olyan, hogy az egyik felhívja, és azt mondja, hogy nem, jó lenne, ha már úgy meghívná, nem? Vagy nincs ilyen, hogy az egyik meghívatja magát a másikkal? Most van egy naptár, hogy mikor hívtak meg utolja, vagy hívott meg? Hát most már kéne jönni. De most miért nem mondjátok, hogy nekik nincs meg egymás telefonszáma? Tehát, hogy két ilyen ember nem tud egymásra rácsörögni? Tehát azt csak nem hiszem. Csak azt miért? Én nem hiszem. Hát most két. Az el tudom képzelni, amikor a Putyin a Merkelt fölhívja, vagy a Putyin az Obamát fölhívja, van egy bizonyos védett vonal. Aha. De ezért én nem hiszem, hogy minden államfő mindenkire csak úgy vidáman rácsörög. Hát na, mi a száma? 0-6? Aha, mint ilyeket tök ott magánszámra. Nem alszol! Helyebben! Vagy... De nem lehet, hogy téves hívás. Azért ezt így kevésbé tudom. Én sem alszom, te se aludjál. Tehát ezt így azért nehezen tudom elképzelni. Alszol már? Most, bocs. Ja, igen. Vagy még csak ennyi, ez ja, nincs idő, na mindegy. Vagy szimultán sakkoznak, tudod, vagy torpedoznak. Szóval, hogy hát... És nem lehet, hogy mit tudom, egy téves hívás. Tudod, a csörök, és akkor... Oh, Angela, bocs, a merényit akartam hívni, csak aztán vak bele. Na mindegy, hát nem akarsz átruccani hozzánk, valamikor lezáratjuk a gyorsforgalmit is. Vagy például az is egy jó kérdés, hogy például Putyin és a Merkel. Igen. Azonos biztonsági szinten vannak, ha mondjuk ide jönnek? Vagy a Putyint jobban védik? Nyilván a saját embereit hozza mindenki, tehát a magyar tek is gondoskodik arról, hogy a Merkelnek ne legyen semmi baja, de a Merkelre vigyáz a saját biztonsági főnökkel, a saját embereivel. Nem mond nekem még egyszer, hogy tek is. Olyan megalázó. De például a Putyint jobban szerintem biztosítják, mint a Merkel? A Putyinnál jobban senkit nem biztosítnak. Szerintem ő saját magát. Így van, saját magát. Tehát ő saját biztonságtechnikai szakértő, és ő biztos, hogy presztízs kérdést nyilván belőle. A Merkellel hányan voltak? 30? Jó, akkor minimum 40-en legyenek. Jó. Nagyon kíváncsi vagyok ezekre a kérdésekre egyébként. Főleg arra, hogy mi van, egy politikus jó arc is improvizál. Tehát és az Putyin azért tud is hátállovagolva jön? Én improvizálnék. Tehát basszus, ha nekem nagyon kellene pisillem, és én jönnék be a reptéről, és látnék valahol egy Burger Kinget, és mindjárt összepisillem magam, én bemegyek, álljunk meg a rohadt életbe, bemegyek. Tehát egy Merkel, ha neki nagyon kell pisilni, egyébként megállíthatja a konvojt? Hát, vagy van, aki megmondja a Merkelnek, hogy már csak fél óra, és ott vagyunk, tartsa vissza, nagyságos asszony, érted? De igazad van egyébként, és valójában logikus, és ráadásul a Market Centrálban pont burger. Azért ezt megmondom, hogy kinyílik a lesötétített ányolc ajta, és rohan a Merkel a burger. Igen, elnézés. Összetett ki elő, a melkasán összefont kézzel, hogy ő szökott oda. Bocsánat, emlizel, de fogyasztani is kell. Csak a számlával tudsz bemenni, és az egy alkalmazott, aki nem ismeri fel, megállítsa, hogy itt most vagy iszol egy eperséket, mama, vagy nem pisülsz. De itt 100 forintot, ha nem adsz le, vagy nem eszel egy sajtburgert, itt te nem pisülsz, mama. Az igazi baj egyébként nem is a burger, hanem a neki lenne, mert oda kell a kód. Igen, vagy a számla, igen, fogyaszt, kötelező érte. Fogyasztás. Szóval ezek érdekes dolgok. Gyorsan egy forró gyümölcsös táskát! Hát éred el a kód! Mennyi a kód? Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.